Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 15 perce, jó reggelt kívánunk. Az anyám! Édes jó Isten! Na most felé! Jaj, gyerek! Hovasztok! Zsűr gyakorlatilag egy mozdulattal tette tönkre három ember. Atya Isten! Köszönjük, Zsűr! Felrobbant az agyam. Rányomott Zsűr egy gombra, és mindenkinek a fülese ilyen 600, nem tudom, decibellel hirtelen hangosabb lett. Atya Isten! Jézus Mária! Jól van mindenki? Hogy vagy, Jani? Kiégett az agyam. Kézd, ez olyan, mint a Men in Blackben, amikor kisütötték a fejét, tudod, a kis lámpával. Én is úgy érzem, a lézerfény kisütötte az agyamat. Jézusom, olyan, annyi mindent akartam mondani, meg annyi mindenről beszélni, meg, és kész, fényeket látok, csillagokat, és Atya Isten. Aha. Na, király jó vagy, Zsül, köszönjük. Hiába integet, Zsül, nem én vagyok a hülye. Atya úristen. Na jó van, meg vagyunk. Hú, nem folyik vér a fülemből, nézzétek? Nem, az orrodból folyik, és a szemedből, mert a füleden nem tud kijönni a hang miatt. Atya Isten. Na jó van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Elindul a reggel, méghozzá hét utolsó előtti napja, gyerekek, csütörtök, hát azért ez már... A legboldogabb nap itt vara. Így van, ez már egészen jó azért, ugye? És hát tulajdonképpen egy nap múlva már péntek, és aztán vége a hétnek. Bizonyám, bizonyám, és utána pedig cirka 3 lét lefogása, már egyébként talán annyi sem, és itt van Kari. De, nem, 2. Várj, a második advent lesz most. Hát két teljes hét, igen. Meg egy kicsi. Uh-huh. Meg egy kicsi, hát akik ugye bemennek még dolgozni 22-23-án, de hát ez már szerintem pár ember lesz csak az országban, na mindegy. Akkor most van bronzvasárnap, ugye? Igen. Akkor ez bronz csütörtök. Hát akkor az. Akkor ma bronz csütörtök van. Bronz csütörtök, gyerekek, tegnap voltam a városban. Na és mi hír? Mesélj. Figyelj, tényleg szép. Szóval az a helyzet, hogy tényleg szép. Andrássy út és környéke? Bazilikát néztük meg, ott van egy nagyon helyes kis vásár, nagyon sok külföldivel, brutális árakkal. Azt néztük meg, aztán átsétáltunk a Deák térre, besétáltunk a Váci utcába, végigsétáltunk ott a Váci utcán, vissza. Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Nekem a Bazilika előtti jobban tetszett, kicsit kommerszebb a Vörösmarty tér szerintem, tehát ott már ez a 626. ezüstróka, usanka, sapka, meg nem tudom. Szép kézműves dolgok vannak, mi is kint voltunk. Igen, tegnap, a Bazilika előtt jobb dolgok. Kézműves usankák, igen. A Bazilika előtt jobb dolgok vannak. Brutális árak szerintem, pedig hát én aztán nem vagyok ilyen, de tényleg elképesztő, tehát hogy 2 deci forralt bor, mit tudom én, 1000 forint, 1200 forint az azért. Az már bögrével van. Na. Hát jó. Hát na, elviheted a bögrét. Hát azért én mindent értek. De jó, de ez exkluzív karácsonyi bazilikás bögre. Sült kolbász 800, hamburger 1200, tehát elképesztő, gyerekek. Nyilván nagyon sok külföldi van, és ők a vidáman megjelenik a külföldiből, meg külföldiekből, tudom, hogy csomó mindent ki kell fizetniük. Tehát hát igen, sajnálhatunk, nem keveset. Nem tudom, hogy egy kicsit olcsóbb nem vesz több ember, mint aki kimegy, azt mondja, hogy nagyon drága, inkább nem eszem semmit. Tehát, hogy egy naggyal behúzol egy nagyot, de lehet, hogy 3 kicsivel meg behúzol másfél nagyot. Tehát nem tudom, hogy mi a logika. Nyilván ezt ők tudják. Az ember nem nézi ilyenkor az árakat, csak eszembe jutott, hogy hát azért ez combos, viszont nagyon jó, mert van kis kürtös kalács, azt nézted? Kis pinduri? Kicsi. Van pinduri gyerekeknek, tehát van a nagy, mit tudom én, 1000 ér, vagy 900 ér, vagy 1500 ér, gyerekek, de 1500, és van kicsi, ami ilyen gyerekméret, és pont elég volt a Beninek, 400 ér. Az tök, na ez az nagyon, az én nagyon azt szoktam mindig nagynak venni a gyereknek. Hát jó, akinek mi jut, érted? Mi tegnap a Vörösmarty téren voltunk, és ugye gyerekkel... Hát hogy nem futottunk össze. Miért nem szóltál? Nem iszunk egy valamit? Azért nem szóltam, mert ugye mondtad, hogy ti már kim voltatok, és azt hittem, hogy már nem jöttök. Mi több körösek vagyunk általában, ilyenkor nem lehet megúszni, és ugye tegnap előérkeztünk oda, hogy meg kellett venni a kürtös kalácsot, meg hát miért ne venne az ember a gyerekeinek, viszont az 1500-ös az ekkora, mutatom, ez nem tudom, 60 centis kürtös kalácsot vettünk 1500-ért, a gyerek ott áll sírva, érted, nem mondhatod neki, hogy túltáplált vagy gyerekem. Azt mi is egy harckocsi ágyunk. Az egy óriás. Nagy fa tömbben. De Isten. Kilométeres sorok a kürtös kalácsos előtt. Tehát ő kasszál. Ő a mennybe megy, az biztos. Nem sajnálom tőle, tök jó, rengeteg a bérleti díj, tehát hajrá. De a kürtös kalács a Vörösmarty téren az olyan, hogy nem tudsz úgy oda menni, ha csak nem mész, hogy délután 2-kor, hogy ne legyen kilométeres sor. Tehát ő 10 percenként elad szerintem 10-et. De jó, egyébként fincsi volt. Mi a bazilika előtt vettük egy kicsi kis fahéjasat, az rendben volt, igen. Jó, hát a kürtös kalács. Az nagyon elrontani nem lehet. Nagyon szép a bazilika, csinálnak egy ilyen fényjátékot, az valami elképesztő. Csak kontaktiba. Hogy az? Minden órában azt hiszem, hogy ők egy magyar ilyen iparművészes csoport, és
Hát valami elképesztő, úgy csinálják meg, hogy egész órakor kezdődik, 10 percig tart, és olyan, mintha ablakok nyílnának a bazilikán, mintha kis csengők lennének, kis csizmácskák, kis Jézus, stb. Gyönyörű. Tehát szájtátva nézed az egészet, állsz, és meghatódsz, és azt mondod, hogy Jézusom, de szép, és eszedbe jut minden, és mindenki, és állsz, és ott áll 200 ember arccal a bazilika felé, és mindenki szájtátva néz, és azt gondolod, hogy ez egy élhető város lenne, ha nem kéne ítélned. Hát ne legyél már ilyen. Ezt most jó, csak komolyan mondom. Tényleg jó. Gyönyörű. Tehát ez a város, ez gyönyörű. A Várkert bazárral, az átadott lánymennyiséggel, aminek olyan a fénye, hogy megőrülök minden reggel. Voltatok? Nem, még nem mertünk arra menni. Kész van teljesen? Átadták? Nem, a villamos még nem, de LED lámpás a világítás. Aha, igen. A Várkert bazár. Szó szerint, mert az is történt egyébként, iszonyatosan sokat változott. Döbbenetesen erős a fényre. A Várkert bazár gyönyörű, tehát itt mentünk tegnap, és azt mondtuk, hogy ha mi turisták lennénk, ide járnánk minden hétvégén. Gyönyörű. Valamelyik nap mentünk lent a rakparton a cimborámmal mászni, és ő mondjuk szakmájából kifolyólag is érdeklődik a díszkivilágítás iránt, mert hogy egyébként ez a munkája. Igen, és akkor mondta, hogy na figyelj, most fogják feloltani majd a díszkivilágítást a hidakon, és hogy így jöttünk szépen végig, és hát sajnos olyan tempóban jöttünk, hogy ezt meg tudunk élni, hogy mindegyiket kapcsolják fel. De a lényeg, hogy gyönyörű volt. Tényleg marha jól nézett ki. Nagyon szép a hidakon a díszkivilágítás. Szép a város. A bazilika úgy van kivilágítva, hogy ugye óránként van ez a 10 perces játék, de közte ilyen fényes? Igen, csináltam képeket. Te is jártál? Csináltam, hogy meg. A fényjáték is nagyon jó, körbe rajzolnak mindent, de egyébként meg 50 percig ilyen színesre van világítva. Tök jó. Tehát olyan, mint valamilyen performance. Marha jól néz ki. Ezek perforálnak, ha érted, akarnak, ha nem találhatóan perforálásban. Ez egy fényjáték, hát ez nagyon jó. Ez egy nagyon komoly dolog egyébként. És nagyon szép, és tök jó, mert jó a hangulat, ott koriznak középen, emberek jönnek, mennek, rengeteg turista, benéig fölültek óriás kerekezni egyet, úgyhogy gyerekek, olyan romantikus napon volt tegnap, hogy mindjárt megpuszilok mindenkit. Figyeljetek, és ahogy látom így, hogy hívják. Megpuszíltál, Laci, júj ma! Jó, Laci, oda, júj! Laci azonnal ide tartott az arcát. Jézus már. És itt a bazilikán ráadásul teljesen hiteles, hogy ezt a szint úgy hívják, hogy püspök lila. Így van, hát nem akármivel. Na, egyébként, ha már arra jártatok, nem tudom, hogy kihagytátok-e a Vörösmarty téren, biztos kihagytátok, az egyetlen olcsó dolgot. Na, mert én még emlékszem az magaddal turista főzőt és marmonkannába bort és árultál. Egyébként anyámmal voltunk, mert a drága mama most itt tartózkodik, és mi azért is mentünk a gyerekekkel kicsit a mamának megmutatni, hogy a karácsonyi vásár milyen, akinek egyébként remek ötlete volt erre rácsatlakozva, mert mondtam ott az árakat, hogy mikornak, azt mondja, hogy akkor ma délután csinálok egy nagyobb láda töltött káposztát, és kijövünk vele árulni. Ez volt az egyik. Én még emlékszem a Vidám Parkos árakra, és talán te is emlékszel a Vidám Parki árakra, hogy mi mennyibe kerül, ugye? Azonnali bont rendeltem el, meg is történt. A Vörösmarty térnek a Váci utca felőli szakaszán van egy nagyon kicsi, nagyon helyes kis körhinta. Azt láttátok? Egy ilyen szinte múzeális értékű körhinta. Hol van ez? Váci utcából kijössz. Igen. Ott van egy ilyen nagy láncnak a, hogy hívják, a kemények, hárdosak. Igen. Na és az előtt van. Aha. Egy körhinta, nem? Azt nem láttam. 300 forint egy kör. Ne. Te jó. 300, úgyhogy. Békebeli. Menjetek még egyet, mondtam. Az menő. Az jó, azt szerintem az korrekt. A Hard Rock Café előtt? Igen. Aha. Az már még a Váci utcai rész. Nem, már az már a Vörösparti. Igen. Ott és arra az oldalára nem mentünk el a térnek. Ott van, oda söndörögtünk, a gyerekek meglátták ugye azonnal, hogy apa, menjünk egy kört, mondom, menjünk, üljetek föl, kérdezem a csávót, hogy na akkor mondjam, ennyi, bármit megér a két gyerek, azt mondja, 300. Az egészen baráti. Még egy kört megyünk. Az egészen baráti. Ha hallgatnak minket, árusok, írjanak már, hogy a Bazilika téren, a Vörösmarty téren mennyi a négyzetméter ár, mennyit fizetnek, meddig lehetnek ott, mennyi. Én a horror árakat hallok, amit az önkormányzatnak fizetni kell, csak hogy értsük ezen árakat. Én mindent értek, én azt is értem, hogy földieknek szól, azt is értem, hogy tök jól eltartják ebből magukat, nyilván ki könnyebben, ki nehezebben, de kemény azért. Tehát egy-két dologra én azt mondom, hogy fú, azért ez szó. Most én nem vagyok ez az utcán evő, nem nagyon szeretek, így a Benny Vicky így majszolgat, én nem szeretek egy nagy csöpögő hamburgerrel ott az utcán menni, de úgy nézegeti az ember, hát nyilván kíváncsi, meg úgy akarsz viszonyítani, meg megnézni, meg elgondolkozol, hogy vajon mennyi itt egy havi bérleti díj, hogy tényleg gondolom, hogy nagyon sok. Tehát gondolom, hogy horror. Kétféle, mennyit kell neki kitermelni? Kétféle van a vendéglátós, meg van a kézműves. Aha. Hála Istennek külön mérik őket, tehát aki tényleg mondjuk egy
karancslapújtői kiskézműves, az kevesebbet fizet, az se kevés, gondolom én, és a, aki többet fizet, az pedig aki a nagy árbevételre számít, tehát a vendéglátósok. Hát nem, a kaja jobban megy. A kaja biztos, hogy jobban megy. De miért a töltött káposztát nem kézzel csinálja? Hát úgy igen, de hogy érted, aki farag valami kis, nem tudom. Kézműves munka mindegyik. Hát nézzék, a két egyforma nincs egyesével csinálja. Kézműves hamburger. Hát, kézzel gyúrtam. Kézműves hamburger. Jaj, gyerekek, hát a városban, utaztámásra tényleg a bajom. Egyébként az Instagramon, mondom, Bali Instagramján, városos képek. Raktál föl új Instagram képeket? Nem, egy kis kombót egyébként a bazilikáról, a bazilikai vásárról, meg a bazilika előtt található kis fenyőfáról. Nem sokat, hát bármit egyébként. A kicsiből keveset adnak, ezt tudja a nejem. Egy ilyen kis hangulatos tegnap esti városkép, amit fölraktam. Viszont, hogy mennyi új dolog nyílt a városban, ilyen hamburgeres, olyan kis üzlet, ilyen tájkaja, olyan... Én nagyon ritkán járok így a belvárosban. Tál, rosszul. Egy tálétel, két tálétel. Igen, tálak, vietnámiak, hihetetlen minden van. Szóval a gyerekek, annyira élhető ott bent a belváros, hogy az valami elképesztő. Emberek bringáznak, cangáznak, bérlik a bubit. Vitézi örökségét. Ja, igen. Vitézi örökségét, a bubit. Szóval élik azt, ezt a telet szerintetek ezek a bubik? Kint szerintem majd, igen. Ha egy kis ónos eső, egy kis hals eső, egy kis ez meg az. Hogy csinálják ezt külföldön? Beszedik? Nem. Rengetegen bringáztak a gyerekek. Irigyeltem őket, mondom, hogy nem. Jól van festve. De ez is biztos jól van festve. Nem tudom, hogy hol zajlik, vagy hogy Amsterdamban, Londonban beszedik ezeket. Nem tudom, hogy mi van. Na, mi van? Na mi van? Nézem a ízét. Nézed az Instagram képet? Nagyon szépek, figyelj. De várjál már, hát itt a ízé templom belső is van. Misén voltatok? Képzeld el, bevittük a Benit a bazilikába, igen. És kapott egy ilyen kis 3 perces kis beszélgetést. De jó, bedobtátok a telefont, és amikor leért, akkor exponált. Nem, engem a nagymamám nagyon sokat vitt gyerekkoromban templomba, és nagyon sok mindent tanultunk tőle, és így bevittük. Ez idővel eltűnt, csak ma. Igen, erről kevesebb, ezer oldalamról kevesebbet hallani a műsorban, de áhítattal nézte, és mondta, hogy nagyon szép, és hogy belehallgattunk ott a misébe, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, gyújtott egy gyertyát, és akkor beszélgettünk, mi micsoda, tudod, hát még így az ő nyelvén nyilván. Még azért úgy annyira nem értette a dolgot, a gyertyagyújtás volt a legizgalmasabb, meg a függöny, ami az ajtó után, hogy ott el lehet bújni, de tetszett neki, nem akart kijönni. Aztán, amikor fogocskázni kezdtünk, akkor Viki éreztek. Hogy sok lesz. Igen. amikor elbújt a Szent Jobb mögé, akkor... És feszítette fel a persejt, ami a kivilágítást vezérli. Nézd, apa, műkész, tudod. Tehát ott szóltak, hogy jöjjünk ki. Nem, ott az elején áldogáltunk csak, de nagyon. Mindannyian tiszteljük a Szent Jobbot, mielőtt még abszolút telefont ragadsz. Így van. Jó, csak mondom. A Hubot, tessék érteni. Tessék én érteni ezért nem is nevettem. Azért, gondoltam, én is elhatárolódom így utólag. Sokat kellett bent lenned a gyontató székben? Hát lett volna mit mondani. Megláttak. Apa mindjárt jön, csak a bácsival beszélünk el egy másfél-két órát. Mit bementem, forni kezdett a Szent Egy. Azonnal bugybarékolt. Nem, oda egy nagyon helyes bácsi, hogy körbe vigyene minket. Vétkeztél gondolatban, szóban, cselekedetben, vagy mulasztásban? Mindenhogy. Hát jöjjenek először a gondolataim. Atyám, mindenhogy. De van elég ideje? Mikor zártam? Nagyon sok mindenben vétkeztem. Oda egy bácsi, szerintem ő volt a gondnok, aki elmondta, hogy körbe visz minket, és látja, hogy gyerekkel vagyunk, de megmutat kilátó, Szent Jobb. Tényleg mondtam, nagyon kedves, nagyon aranyosak tetszik lenni, a gyerekkel vagyunk, majd egyszer visszajövünk. Nagyon helyes volt, mondta, hogy nem sokára zárnak, hol menjünk ki, mit tudna megmutatni, elkezdett így mesélni. Gondolom ott dolgozott, vagy nagyon vagy lelkes oda, nagyon-nagyon kis helyes volt. Na, úgyhogy ez volt igazából tegnap. Romantik túra, én így hívtam. Jó, de kell is. Kell az. Még elfelejtjük mindig, hogy hol élünk egyébként. Hogy tényleg érdemes szétnézni. Most nyilván megvan az embernek a maga gondja, baja, meg a lakókörnyezetével, de ha így egy bemész, én azt szoktam mondani mindig erre a karácsonyi vásárra, nyilván aki megteheti, egyen ott, igyon ott, vegyen ott, de hogy arra is érdemes, csak hogy egy kört mész, szétnézel. Figyelj, nem? Külföldiként viszel magaddal a termoszban ezt, azt. Viszel magaddal teát, akkor nem fázol, és kész, de megnézni érdemes. Figyelj, külföldiként a legjobb hely. Az biztos. Az tehát biztos. Én nagyon sok helyen jártam, hál' Isten, és az egyik legszebb helyem. Tehát itt, ha nem lenne ez a mentalitás, akkor ez egy élhető hely lenne. Ha nem magyarként élsz itt, szerintem. Ha nem külföldiként. Ha nem külföldiként jössz ide, és azt gondolod, hogy ez egy mézes kalács. Nem is anyagilag értem, hanem az a fajta hangulat, az a fajta magyarra jellemző, sokszor irigy, áskálódó, dögöljön meg című attitűd, ami azért ránk nagyon jellemző. És bárki bármit mond, hogy vendégszeretőek vagyunk, igen,
nagyon, persze, a külföldiekkel, de a magyar az legszívesebben az esetek nagy többségében megölni. Nem? Hát ez mindenki érzi ezt a hangulatot, ami itt van. Hát nem? Nem tudom. Nézd meg az irigykedés, nézd meg ezt a közhangulatot, szóval szerintem ez szörnyű. Hát ezt nem lehet, hogy mondjuk ezt a részét így az ember egy kisöpri a tudatából, hát, és így próbálsz meg így, tudod. Próbálod meg ezektől a dolgoktól így függetleníteni? De nem tudod, hát itt élsz, hát olvasol kommenteket, látod, hogy, ja, hogy hát közlekedek, látod, hogy olvastak. Én már egyébként nem. Tehát, hogy olyan szinten leszoktam róla, tök érdekes volt egyébként, hogy meg is tudom mondani, amikor kimentünk Afrikába, ott onnantól kezdve én erről a kommentes vonalról, én erről például lefűztem. Egyszerűen nem érdekel, nem vagyok hajlandó magamat napról napra mindig felidegesíteni, ki miért, kit anyáz meg, ki kinek miért szól be. De külföldön is kommentelnek. Nem? Biztos, hogy külföldön is kommentelnek. Biztos, hogy van ilyen. Most én nem csak a kommentekre gondoltam. Persze, ott is van. Jó. Biztos, persze. Hát nem tudom. Én sose érzem, mert például tegnap, hogy végigmentünk a karácsonyi vásáron, akkor a mézes kalácsos Kádár Ferkó megállított, hogy nagyon örül, ígyunk valamit. Akkor tovább mentünk, aztán volt a fonott kosaras Mariska, akiről kiderült, hogy Békés megyei, ott mondta, hogy szerinted nekem áll, van pálinkája, hogy nem-e fázunk, így kérdeztem, mondtam, hogy nem-e, de azért érted? Tehát, hogy én így a barátságot érzem mindenhol. Na jó, de te egy ilyen extra eset vagy. Nem tudom, én érzek valamit, de hát fene se tudja. Jól érzed. Egyébként igen. Én ugye ezt szoktam érezni egy Vega fesztiválon. Egyél még egy kis tofut. Na, mit szólnál egy kis szejtához, esetleg egy kis csicseri borsokrém. A vegák nem is isznak? Dehogy nem. Ja, hála Istennek, az ütem egykora a baj. Kapod a pálinka, hát tudod. Na nézzük az árakat csak gyorsan, vagy mert hírek után Ákos hírezzen, és akkor már ugye kértünk árakat csak kíváncsiságból, hogy mennyit kell fizetni valakinek, aki ott mondjuk egy ilyen kis bódét bérel, akár a Bazilika előtt, vagy a Vörösmarty téren, csak hogy tudjuk körülbelül, hogy mihez viszonyítsunk. Jó, de előtte meghallgatjuk Ákos híreit. Azt hiszem, hogy van-e valami olyan friss közlekedés, ami esetleg fontos lehet. Egyelőre nem látok semmit. Még mindig útzár van, de ez 3 órakor jött, úgyhogy szerintem annak már nincs aktualitása. Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, közben lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, az írja nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy egy tál, két tál, ja igen, jó. 19 millió havi helypénz, jó, ne, a hülyeséget azért ne írjatok. 19 millió havi helypénz, persze, nyilván. Hát most attól függ, mekkorát bérelsz. Ha tiéd az egész Vörösmarty. Igen. Adom. Ha tiéd a Vörösmarty tér, akkor jogos, igen. Azt mondja, hogy a körúton 200 méterenként rendőrök vannak. Írta nekünk valaki SMS-ben, köszönjük szépen. Ja, hogy rá kéne frissítenem, de hülye vagyok, gyerekek. Hát jelöltem én, csak nem tudok frissíteni. Itt van egy-két sárga SMS, írják a hallgatók, hogy édesapámék helyet bérelnek a Bazilikánál, vendéglátót üzemeltet, kolbász, csülök, lángos, a havi bérlet 1,5 millió forint. Aha. Naponta 50 000 forint plusz rezsi. Ezért magasak az árak. Nyilatkozni nem szeretnék. Ezt Ákos küldte nekünk, nem hívunk vissza, Ákos, köszönjük szépen. Tehát, hogy igen, 1,5 millió a havi bérlet. Azt kell kitermelni. Ugye az árakról beszélgettünk a hírek előtt, hogy karácsonyi vásár, sok, nem sok, ki mit talált, ki mivel találkozott. Szegedi karácsonyi vásár, 1500 forintos sajtos sonkás lepény, közben egy másik pékségben sütik előre a tésztát 50 forintért, amiből 4-eket csinálnak. Akkor mennyit kaszál, kérdezi Feri? Ez már ugye a szegedi karácsonyi vásár. Jó, azért erre még mondom, hogy ez nagyon aranyos, mikor egy adag ételt te megveszel valamennyiért, és azt gondolod, hogy te azt otthon meg tudod csinálni a tizedéből, hogy erre azért még rakódik. Tehát vannak alkalmazottaid, akik után meg kell fizetni így van, béreket, a járulékokat, van egy bérleti díja a helynek, vagy itt például ugye az árusítostannak. Tehát, hogy azért ne ítéljük meg így a dolgod, de nem igazságod lehet. Van neked is. Igen, nem lehet így, hogy mit tudom, 4 sült gesztenye 600 forint, én leszedem a gesztenyét 20 forintért, és akkor 4x20 az 80, 600 minusz 80 az 5-20, és akkor 5-20 a profit, mert nyilván nem annyi. Így tehát, hogy arra még rárakodik egy csomó, plusz ugye, ha elméletileg, ha becsületes vállalkozó vagy, akkor még a bevételedből is adózol. Na. Igen, meg hát, hogy itt azért ünnepi vásárokról van szó alapvetően, tehát, hogy ez nem egész évben, hanem egy hónapig, másfél hónapig, aztán viszontlátásra. Így van. Na, de az Instagramon vannak képek, úgyhogy tessék bennünket ott is szeretni. Bizony, már 16 ezeren szeretnek minket. Micsoda komoly közösség van. 16K, oda van írva.
láttam tegnap, valaki írta, aludj el szépen Balázs, holnap korán kell. Akkor felraktam a képet, pedig nem is volt késő. Ilyenkor tök lenne visszaüzeni neki. És te? Lehet. Neked is korán kell, ha hallgatsz. Be tudsz írni, tehát már lehet, már létrehoztak egy ilyet, hogy tudjál javítani a feltett képbe, meg a szövegbe, nem kell letörölnöd és újra feltenned, hanem most már így tudsz. Tudsz, de nem szoktunk semmire reflektálni, de látom ezeket, igen, hogy aludjál, szépen korán kell kelned. Na, itt van a játékosunk, és játszunk, hogy állunk? 2-1. 2-1. 2-1. És kettőt te hoztál, így csak van. Mondom. Tehát, hogy egyszerűen dübörgő volt ez a heted, a hétfőked. Tegnap János egy gyönyörű, igen, bedurrantott, de ez jár neked is. Te is lehetsz nagy lelkű egyszer-egyszer. Persze. Igen. Na, meglátjuk, vagy megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, halló. Jó reggelt, sziasztok. Szia. De rekedt a hangod, szia. Fáj a torkod, igen. Ami annánk is azért hiányzik, hangszárgyulladása van. És haza parancsoltuk. Betty, szia, hol vagy? Merre vagy? Utazol. Uh-huh. Szervizbe viszed a kocsit, Júlia azt írta nekem. Ó, ez titkos információ, de igen. Na, titkos. Ki nem tudhatja, a szerviz, vagy miért titkos? Vagy valakinek az autóját viszed meglepetésből, nem, megcsinálni? Nem, ez egy ilyen titkos küldetés ma. Titkos küldetés. Aha, jó van. Betty, kivel szeretnél játszani? Veled. Janikám, egy kávé. És kérdőjelen Julira néztem, aki széttette a kezét, hogy nem tudott mit csinálni. Na jó, hát pedig olyan jól éreztem magam már a szamár mellett. Most fölülhetsz rá. Szamarra golhatok, a gyerek. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, kérdezzél, figyelek. Betty, jól értettem? Betty. Hogy titkos ez a küldetés? Mesélj erről egy kicsit nekem. Nem szeretnék róla. Hát ki a király? Hát meg is van a hét. Köszönjük. Hoppácska. Ez nagyon gonosz volt. Ez nagyon... Ne haragudj, Betty, de micsoda. Az érzékeny területedre kellett tapintarom, mert elmondod, hogy titkos küldetés gondoltam, rákérdezek, hát ha összezavarodsz. És ez sikerült. Sikerült, igen. Nem vettem be ma. Az vigasztaljon, Betty, hogy nem volt erős a tempód. Nem. De hát, hogy a nem már... számítottam erre a kérdést. Igen, de előtte is. Megbeszéltük, hogy titkos. Aha, igen, aljas voltam picit, igen, de hát vannak igen, hibáim, az egyik, hogy aljas vagyok. Ezért volt tegnap templomba. Ezt is megjonta előre a te megverésedet is, Betty. 10 percet töltöttem a bazilikában, és csak gyontam gondolatban, nem tettem mást. Bettikém, sajnálom, ne haragudj, ez nekünk nagyon fontos, vérre megy, nekem még idén ki kell lovagolnom terepre, a Pöcegödörből ez nekem egy nagy út hit, de hónapok óta dolgozom ezen, úgyhogy muszáj volt. Rendben. Köszi a játékot. Két napot neked. Jó szervizelés, ciao. Hello. Szia. Hát gyerekek. Na, ez jó volt. De várj. Meg is van, de hogy van meg? Hát tényleg hármat ő csinál, három nyert szett, vagy játszma? Vagy azt hiszitek, hogy én a Pöcegödör mellett akarom tölteni a karácsonyt? Esetleg azt. Benne a gödörben? Hát, nem, terepen lovagolok, mesztelenül. Nem, még semmi. Nagyon nagy vagy. Egyelőre fölmászott a szamár hátára, aki nem indul el. Egyelőre nem, de már ülök a hátán, így van. Jaj, gyerekek, mintha régi szép időkben lennénk, ez olyan. Hogy állunk most? 3-1. 3-1, ide, oda. Hoztuk a hetet. Ennyi, meg is van. Holnap megpihenünk. 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek Ákos hírei újra, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy kicsi diszkosított nyitó szignál, de jó, ez egyébként nem szeretjük. Rossz, nem rossz. Jó, az éneklős is, jó néha ez is, úgyhogy kell a változatosság. Busz ütközött villamossal a bosnyákon, ezt Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. Majd csináltatunk ellene egyébként countryt, meg gospelt, meg ilyeneket is. Szignált, nem? Igen, több félét. Szerintem mókás lenne. Igen, a lényeg csak, hogy pörgős legyen, és akkor... Hello,
Szia! Megérkeztél? Na jó, vagy gyere. Mi van veled, Csami? Csatlakozz hozzá. Hogy vagy, Csami? Hogy? Feri is megjött, igen. Azt mondja, hogy tehát a Bostyákon van egy karambolunk, ott biztos, hogy nagy dugó lesz, mert hogy busz ütközött villamossal. Köszönjük szépen az SMS-eket. Aztán nézem, hogy mi van még. Szeghalom vasútállomásnál van egy Trafiesz Lackó küldte nekünk. Köszönjük. És hát kicsit kevesebb a közlekedés egyelőre, ennyi, amit látok, és ami egészen friss. Igen, gyerekek, nincs. Nincs nagyon több. Na, ez tök jó, ez jó hír. Tejköd van Pétervásár és Ózd között. Annyira jó. Pityu küldte nekünk. Kinézel az ablakon, és annyira jó látni, hogy nincsen kint nedvesség, nincsen kint víz, nincsen kint tócsálke, nem esik az eső, száraz az aszfalt. Hogy a száraz aszfaltnak is lehet örülni? Igen, lehet. Nekünk kevés is elég, mi? Hát nem. De jó, komolyan. Igazad van. Akár 10 fok is lehet ma a hőmérséklet, az azt jelenti, hogy az erdőségeinkben jó eséllyel el fognak tűnni azok a jeges fák, jeges ágak, amik megkeserítették most nagyon sok embernek az életét az elmúlt napokban. Tényleg szépen nem lehet kirándulni, képzeljétek el. Tegnap hallgattam a híreket, és akkor így bemondták, hogy ne tessék menni a bükkbe, így mert van. Magára mert esik egy fa. Mert az életeddel fa. Játszol. Igen. Hogyha kimész kirándulni. Hát tegnap olvastam, hogy tegnap szabadítottak ki még egy családot, akik ott ragadtak egy ilyen vendégházban, és megdöbbentő volt, mert hogy egy egészen pici gyerek is volt velük, ami elképesztő. És tegnap jöttek ki, tehát tegnap jutottak el hozzájuk, és tegnap tudták őket kihozni. 2 vagy 3 napot egy ilyen vendégházban töltöttek. De semmi probléma nem volt. Jól vannak. Új dimenziókba került a családi kapcsolat. Igen. Sokat beszélgettek. A gyerek azóta született? Mennyi ideig voltatok ott? Egy évig. Egyébként tényleg döbbenet, elmész egy vendégházba túrázni, senki nem szól semmit az ornos esőről, leesik, és akkor azt mondják, hogy maradj ott, megpróbálunk kiszabadítani. És egyszerűen bent rekedsz, majd megyünk, nem? Érted. Ami nyilván kaland, ha van ott minden, ami ahhoz kell, hogy túlél, de ha mondjuk semmi nincs, vagy gazdálkodnod kell ott hirtelen, hogy két napra vagy berendezkedve, igen. Igen, akkor fene se tudja, hogy ott mit tudsz csinálni. Nagyon nem mehetsz ki az erdőbe, mondjuk az leesik, ráesik, az megöl konkrétan. Tehát mondták, hogy dobogókő, piliszent keressen ki, ne is nagyon menjen katasztrófa turistáskodni. Hát nem egyszerűen ágak estek le, vagy törtek le, hanem fák dőltek ki gyökerestül. Úgyhogy az meg nem vicc, nem játék. Utolsó szendvicsünk, kikéri a morzsákat, srácok. És akkor még nem tudod, hogy van-e 2 nap, amit ott kell töltened egyedül. Szóval kemény lehet. Igen, igen. Fehérváron jó idő van, ezt Béla küldte nekünk. Esőre nem lehet számítani, Gödöllőn esik az eső. Ezt Benec írta nekünk. Trafi 60-ban a Nagygombosi úton, a 40-es táblánál busz driver küldte ezt még nekünk. Gyerekek, olyan kár, hogy nincs már ez a lánykérés, nem? Aha, hiányzik, tök jó volt, már megszoktuk. Ugye, hogy olyan, úgy vártam, hogy ma még újra egy kicsit romantikázunk, és aztán én majdnem megszerettem. Majdnem megszerettem? Aha, igen. Még eleinte még kárörvendő volt, aztán a kárörvendésből majdnem átmentem, a majdnem megszerettem kategóriába. Én nagyon szerettem. Péntekre meg is szerettem volna. Én nagyon szerettem. Na, akkor következő jó volt a gyűrű, szép volt a gyűrű, jók voltak a párok, úgyhogy én szerettem. Kinek van hasonló gyűrűje a házasok között? Aha. Tehát kinek van egy gyűrűje? Nekem. Nagyon jó, akkor ajánljuk az föl, Rolit fölhívjuk, megfogja, kiviszi. De akkor ne a Roli vigye. Ez ahhoz túl drága. ez az drága volt, és több romantikát, Rolikám, több romantikát. Úgyhogy, hát akkor csinálj még egy plusz gyűrű. Á, jó hát, lenne, majd szól a szponzor, ha igény van ránk. Levél van még, tehát egy jegyzést kívánó fiatalokkal tele vagyunk igazából. Ez egyébként egy érdekes dolog, én ezen tegnap agyaltam, hogy ugye azt mondja most az összes kimutatás, hogy csökken a házasulási kedv, vagy lehet, hogy picit nő, de sokan elválnak, és nézd meg, amikor egy ilyet adsz, hogy van most lehetőséged eljegyezni másokat, akkor 10 000 számra ömlik be a levél. Hogy akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ami ritka tőlem, tudom, de hogy mi lehet az oka? Az, hogy nincs mondjuk pénzed egy gyűrűre, vagy kell egy ilyen játék, amit mi felajánlunk? Nem, szerintem nem. Ezek az emberek előbb is. Ez egy szimbólum ez a gyűrű alapvetően. Tehát, hogy... De akkor eddig miért nem? Tehát miért nincs annyi házasság, mint 20 évvel ezelőtt? Mert most jött ki egy ilyen kimutatás, hogy egyre csökkenő a házassági kedv Magyarországon. Érted? Hogy egyébként meg bedobsz egy gyémánygyűrűt, ami biztos pénzügyileg is jól jön bárkinek. Tehát, hogy nem kell megvenni, vagy ne adj Isten, ha másféleképpen hasznosítja ez, de erről nem is akarok beszélni. Aha. Érted? Ha adsz egy ilyen löketet, akkor jön 10 000 levél. Hogy de nem gondoljuk azt, hogy ők egyébként is eljegyezték volna a párjukat, előbb-utóbb, csak most kaptak egy ihletet, azt mondták, hogy van ez, miért ne hozzam előrébb, miért ne most, miért ne így. Hogy adjuk meg a módját. Ott van a tegnapi sztorink. 20 éve van együtt, ugye a pár, igen. Már van gyerek, már igen, van igen, minden, igen. És a 20 év után a fiú úgy döntött, hogy megkéri a lány kezét,
akkor döntött úgy, amikor te először bemondtad, vagy mi először bemondtuk az adásban, hogy lesz gyerekek három ilyen gyűrünk, és van lehetőségetek erre. Akkor mondta azt, hogy tudjátok mit? Oké, megcsináljuk. Hát igen, ott ugye az volt, hogy komoly drámák is voltak az elmúlt egy-két évben a családban, és hogy valószínűleg azért ez egy gyémán gyűrű, ez azért egy ilyen hogy mondjam, tehát egy ilyen nagyon-nagyon pozitív, meg nagyon-nagyon értékes, meg nagyon-nagyon más jellegű, meg értékű dolog volt, így kicsit visszabillentette a serpenyőnek a Oké, csak akkor felé. Teszem fel a kérdést még egyszer, ha nincs a promó, nincs a gyémán gyűrű, akkor ő nem fogja eljegyezni a párját. Érted? Akkor megmarad abban az elmúlt évek tragédiáiban, mert kellett egy kis pozitív rálátás, kellettünk mi, akik elmondjuk, hogy van három gyűrünk, gyerekek, vigyétek el, ha akarunk hallani igeneket, nemeket, könnyeket, sírást, boldogságot. Figyeljetek, szerintem ebben az egészben benne volt azért a nyilvánosság is. Tehát, hogy az, hogy valaki valakinek bevallja az érzéseit, valaki elmondja a másiknak, hogy mennyire szereti, és ezt abban a pillanatban, hogy másfél millió ember hallgatja, ez szerintem mind olyan dolog, ami még nyomat alatba. Tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag bevallja neki, hogy igen, ő a legfontosabb számára a világon, és hogy vele képzeli az életét. Ez már igazi súly. Nem hiszem, hogy a gyűrű volt az. Inkább ez a nagy nyilvánosság. És tudod, mi lenne még érdekes? Hogy van-e olyan hallgatónk, aki ugyan nem került bele a gyémán gyűrűs táborba, de megkérte a kezét a barátnőjének. De azt mondta, hogy nem én, nem jutott rám sor, nem engem választottak, Feriék. Ennek ellenére megkérem a kezét? Igen. Szerintem van. Nem érdekes, hogy meghallgattam három sztorit, de szép volt. Lehet, hogy ő is írt levelet, lehet, hogy nem is írt levelet, csak most azt mondta, hogy oké, akkor megkérem a kezét a barátnőmnek. Ha? Az is egy biztos, hogy biztos, hogy van ilyen, igen. Vagy olyan, aki nem is hallgatja a műsort, nem is hallott az akciót, és megkérte. Na, megfogtad a lényegét a gondolataimnak. És mi volt ez a házasságos cikk, hogy egyre kevesebben választják a párkapcsolatban azt, hogy összeházasodnak. Lehet, hogy egyébként ez azért is van, mert tényleg az emberek összekötik a nagy felhajtással, a templomi esküvővel, a nagy lakodalommal, násznéppel, stb. És azért ez mégiscsak így anyagilag ez egy megterhelő dolog, mert egyébként meg... De miért, úgy nem olyan szép, ha lehet úgy is házasodni, hogy mi házasodni. Hát dehogy nem. Ugye milyen szép volt, hogy szeretted. Hú, imádtam. Biciklivel odaállt a Jánosunk, beszaladt, berongyolt, fogtatok két tanút. Megvártam egy kicsit, amíg megszárad rajtam a ruha. Ettetek egy dobos tortát. Az ízacsák volt, a hónommal járok. Igen, és meg ugye... száraz, langyos víz, száraz pogácsa, igen, és anyakönyv. Jó volt. Én tudjátok, hát ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy én nem nagyon hiszek így a házasságnak az intézményében, tehát én azt gondolom, hogy az érzelmeknek kell dominálniuk, nem pedig a papírnak, úgyhogy... És mondjuk a mi kapcsolatunk ékes bizonyíték annak, hogy ez működik is. Mert nem attól működik. A házasság nem egy papír. A házasság ez hülyeség szerintem. A házasság nem egy papír. Ha most a házasság az... ha azzal jössz, akkor most nem. Már tényleg elhiszem a tegnapi nem, csak azt mondja, hogy az érzelmeknek kell dominálni, nem egy papírnak. Tehát a házasság nem egy papír. Tehát nem azért mész, hogy legyen egy papírod. Vagy legalábbis, tehát hogy szerintem nem erről szól. Ha erről szól, az nagy, az egy elhely, akkor minek mentél? Ez egy elhibázott dolog. Hát, de akkor minek a papír? Na, de akkor minek mentetek, ha az egy papír? Én egy félreértés miatt mentem, én ezt már elmondtam. Én azt hittem, hogy csak úgy tudom a gyereket a nevemre venni, hogyha én mondjam, tehát ugye százasodtam Mónéval, hülye voltam, és akkor azt mondtam, hogy... Aha. Hogy ezért, és biztos Móni mit ezért. Erről, hogy mi a házasság, vagy mit gondol? Hát ő is azt mondja, hogy itt az érzelmeknek kell alapvetően dominálniuk, és nálunk pedig ilyen értelemben semmiféle probléma nincsen. Nem lennénk együtt egyébként, mert nagyon őszinte kapcsolatban élünk, úgyhogy... Én eddig is imádtam a Mónikát, de hogy ezzel ültetett föl, apám, hogy nem veheted a... igen, megkajáltatta. Zseni vagy Mónika, ha én nem tudom, hogy honnan vettem ezt a hülyeséget, de hát később kiderült, hogy ennek gyakorlatilag semmiféle alapja nincsen. Hát, hogyha már ott voltunk, akkor... Persze. De szerintem fura gondol. Vagy legalábbis fura érvelés, de nem érdekes. Nem mélyült el a kapcsolatunk attól, hogy mi összeházasodtunk. Nem lett más a tiéd. Nem lett más. Más lett a tiéd? Vagy más az érzelmi töltete mögötte, amikor aláírtatok? Hát, nem tudom, hogy ezt így lehet ilyen exakt módon nézni, hogy másnap máshogy ébredsz. Egyszerűen csak szerintem az ad egyfajta lelki töbletet. Tehát vagy egyfajta szövetségben vagy. Nem biztos, hogy nem lehetsz úgy, hogy nem vagy összeházasodva, miért ne lehetnél? Tehát lehetsz valakivel úgy is egyébként, hogy mondjuk nem vagytok összeházasodva. Ahogy mondjuk ti csináljátok. De többet jelent szerintem, mint egy papír. Tehát, hogy most persze kihúzod a fiókot, ránézel, persze nem nézegeti azt senki naponta. De mégis van egy olyan plusz töltete szerintem a dolognak, ami adhat.
De nem működik rosszabbul egy olyan kapcsolat, akik nincsenek összeadásban. Ha én egyszer igent mondok, a béka biztos, hogy kiteszi a falra. Tehát nálunk nem lesz olyan nem nézegeted minden nap. De azt is megértem, hogy sokan nem hisznek ebben az intézményben. Vagy ez az intézmény, ez kezd elfáradni. De mi miatt? Hogy utána válló per van, mindenki úgy rendezkedik be? Mert ugyanakkor a válások száma is megnőtt a kimutatás szerint. Tehát, hogy egy csomóan hagyják abba, és ilyen nagyon bődületesen rövid idő után. Tehát képzeljétek el, az 1 és 3 év között fölbontott házasságok száma, az majdnem ilyen 20-30%-kal följebb ment. 1 és 3 év között. Hát mi? Akkor nem gondoltad meg? Vagy mi ilyen gyorsan, amikor megházasodtak, akkor egy év után kiderült, hogy mégse te? Nem, ennek is szerintem több oka van. Egyrészt már nem annyira kellemetlen meg ciki elválni, mint régen. Tehát régen ez egyszerűen válhattál el. Ma már ennek semmiféle jelentősége nincsen. Csak egyszer elválhatsz. Nyugodtan. Régen azért megpecsételtek. Nőként leginkább. Tehát mit tudom én, azért 70-es, 80-as években, 60-as években egyszerűen nem volt arról szó, hogy elválja. Az volt a feladatod, nem is szerelemből házasodtak sokszor az emberek, megtalálták, gyereket szültek, egy nőnek az volt a dolga. Ha elváltál, árulónak néztek, kiközösítettek, úgy megpecsételtek. Hát ma már ez nincsen. Tehát maga az intézmény, rendszer szerintem egyébként egy kicsit leáldozóban van. Én mondjuk válláspárti vagyok, tehát én nagyon. Hogyha már baj van, akkor menjünk szét. Igen. Te nem. Tehát, hogy... Abszolút így gondolom én is. Tehát annál nagyobb tragédiát, mint azért, mert a papír összekött, azért, mert gyerek van, azért, mert közös a lakáshitel, ugye ezek szoktak a válás ellen szólni, legnagyobb mértékben, azt szerintem a legnagyobb hülyeség. Ne maradjatok együtt, ha vége. És a gyerek miatt sem, mert a gyerek érzi. A gyerek nem hülye, tehát eljátszhatod előtte este 9-ig, amíg le nem fekteted, hogy így szereted anyát, meg ő úgy szeret téged. Minden rezdülésetekben benne van, hogy ti már nem vagytok együtt. Minden rezdülésetekben. Na igen. Én ezt gondolom, szerintem... akkor el kell engedni. Uh-huh. De nem egyszerűbb akkor úgy válni idézőjelbe? Egyszerűbb, mondom idézőjelbe, hogy nem vagytok összeházasodva? Hát, és nincs a procedúra, nincs a, hogy hívják, torzsalkodás, nincs adott esetben a, ez az enyém, az a tied, stb. Hát ez szerintem nem egyszerűbb. Az nem egyértelműen egyszerűbb. De nem az papír kérdése, szerintem. Az agy kérdése, mert házasként is, meg nem házasként is tudod azt mondani, hogy itt a vége, akkor becsülettel csináljuk azt, amit csinálni kell, valamelyikünk elköltözik. Annak semmi köze a papírhoz. Az házasként is ugyanúgy megy szerintem, hogyha két értelmes ember van, akik belátják már, hogy nem megy együtt. Tehát most lapul a papír a fiókban, az, hogy ti hogy váltok el, be kell menni egy békítő tárgyalás, aztán talán, ha még van ilyen, meg után be kell menni aláírni. Tehát, hogy az önmagában nem nehezíti meg. Az nehezíti meg, hogy valamelyik félnek nincs elég intelligenciája, és elválik. Az nem attól lesz nehéz, hogy most van papírod, vagy nincs papírod, mert az kétszer fél óra az életedből. Nem is nagyon váltak így a... Családom, nem, az attól lesz nehéz, nyilván az egyik fél az bosszút áll, a másik fél nem engedi el, elkezdenek akkor egymás alátenni, elindul az, hogy szúrjunk ki a másikkal, tudod, a gyereket eszközként használjuk, tehát az megtörténhet akkor is, ha nem vagytok összeházasodva, tehát annak az ég egy adta világon semmi köze a papírhoz. Tehát két ember, aki élettársi kapcsolatban él, és szétmegy, és van mondjuk egy közös gyerek, és elkezdik egymást kírozni a gyerekkel, az nem attól lesz nehéz szerintem most ott a papír a fiókba, vagy nem, hanem hogy milyen az ember intelligenciája. Nem? Nincs 20 ezer forintos komódon van veszekedés, szerinted az miről szól? Tehát mindent el tudtunk osztani, de tényleg, hogy kié lesz az autó, kimarad a lakásban, és van egy komód, amelyhez mindkét félnek érzelmi ragaszkodása van, ha még egyszer mondom, 20 ezer forint, és azon megy évekig a pereskedés. Kié legyen a komód? Úgy csatté vágnám egy láncfűrészel, ott a fele vigyed. Nesze, tessé. Hát, sokszor szerintem egyébként nem is magáról a komódról szól, az hogy nyilván csak az eszköze annak, hogy hogy szúrjunk ki. Tehát itt valamelyik fél, vagy érez még, tudod, vagy ki akar szúrni a másikkal, vagy már annyira meggyűlölt ebben a házasságban, egyszerűen azért nem akarja elengedni, hogy bosszút álljon. És a komód az eszköz, ahogy kifejezheti a bosszút. Tehát, hogy igen, érdekes. Érdekes dolgok. Na, érdekes a házasságtól jó, eljutottunk a válásig, de gratulálunk mind a három párosnak, akik igen mondtak az elmúlt 3 napban. Igen, hát de jobb a válás, én is azt mondom, hogy el kell válni. Hogyne? Persze. Na, 3 készfognál szerintem azért nagyon domináltak az érzelmek, tehát mind a 3 nehézne lehetett, hogy ott azért komoly érzelmek vannak, főleg azért, mert ugye volt egy nagyon komoly, hosszú előzménye a kapcsolatnak. Tehát amikor 1-3 év után elválnak az emberek, ott azért érződik, hogy nem nagyon szokták meg még az egymással élést. Tehát ott valószínűleg alaptalan volt a házasság. Igen, is, ugye? Valószínűleg úgy házasodtak össze, hogy hiányzott ez a 2-3-4-5 év, amit együtt kell tölteni, ahhoz szerintem, hogy megismerjed a másikat. És hogy igazából kiderüljön, hogy milyen vele együtt élni.
Na, nézzük, hogy mivel foglalkozunk ma. 2030-ra, gyerekek, a NASA úgy néz ki, hogy embert küld a Marsra, és a napokban tesztelnek majd egy személyszállító űrjárművet, aminek Orion a neve. És nagyon érdekes, felhívunk majd egy szakértőt a hírek után, aki elmondja, hogy mennyi realitása van annak, hogy ott valaki egyáltalán le tudjon szállni a Marson, vissza tudjon jönni, mert hogy itt végeztek különböző számításokat, és kiderült, hogy 68 nap alatt az illető egyébként meghal, és nincs nagyon esélye visszajönni, mert nem tud annyi oxigént termelni, nem tud annyi mindent magával vinni, nincs annyi szállítóeszköz, nincs annyi szállító rakéta, és 68 nap után egész egyszerűen a telepesek a Marson megfulladnának. Aha. Mégis azzal kecsegtet a NASA, hogy aki fölszáll erre a kompra, az visszajöhet majd, embereket keresnek, és most a napokban tesztelnek egy űrjárművet, ami még ember nélkül megy egyébként. A dolog nagyon érdekes, Orionnak hívják, felszáll majd, és 32.000 km/h megközelítő sebességgel lép vissza a légkörbe, és hát embert egyelőre nem visz, viszont 2017-ben, ha ez most sikeres, újra fellövik, majd 2030-ban már ember megy a Marsra. Tehát minden, amit a filmekben láttunk, az lehet, hogy szépen lassan reálissá válik. Azért ez izgalmas. Meg, kitől szabadulnátok meg, kinélkül lenne szebb a világ. Igen. Kit tennétek fel? Ki legyen az első. Ki legyen az első, aki menjen és ne jöjjön vissza. Szakértőnkkel arról beszélgetünk majd a cikk alapján, hogy mennyi realitása van ennek, elmondja, hogy kicsit szkeptikus, elmondja, hogy mi az, ami megvalósulhat, mi az, ami kevésbé. Egyébként nem hosszú az út, 7 hónap. Én pont ezt akartam kérdezni, hét hónap. Mész 3 évig és 68 nap alatt meghalsz. Hát a hülyének is megéri. 7 hónap alatt ott vannak egyébként a Marson. 7 hónap oda, 7 hónap vissza, egy pici idő, gyorsan benépesíted, ott csinálsz egy-két gyereket, azt ott hagyod, és utána jössz vissza, hogy meglegyen hát a marsi kolónia. Csak a visszaúthoz még picit hiányzik az ottani infrastruktúra. Tehát neked kell ott megcsinálni a X nap alatt az, hogy legyen elég üzemanyagod, meg legyen oxigén, meg ilyesmi. Bátor próbálkozás. Igen, érdekes a dolog. Szakértők elmondja majd, akivel már többször beszéltünk, és nagyon jó fej, hogy ennek mennyi realitása van. Ja, úgyhogy ezzel folytatjuk, közben játékra is lehet jelentkezni 7:30 múlt pontosan 1 perccel. Ákos hírei után már is folytatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. NASA expedícióról beszélgetünk, és arról, hogy elvileg a NASA kicsit nagyon álmodott, szerintem is túlzó ez a vágy, de hogy 2030 körül embert küldene a Marsra. December 4-én egyébként már tesztelnek majd egy Oriont, ami ugye felszáll, ez még egy ember nélküli teszt lesz, és hát ezt a kapszulát már úgy tervezték elvileg, hogy alkalmas lehessen a Föld-Mars közötti távolság leküzdésére, és arra, hogy embert vigyen a Marsra. Hát számos kérdés, ugye, ami az ember fejében megfogalmazódik. Mi lesz ott, mennyi az odaút, mennyi a visszaút, hogy jönnek vissza, mit csinálnak ott, túlélhető egy ilyen expedíció. Miért nem a Holdra mennek például először? Mert ott már voltak. Az már hát, ha voltak, igen. Jó, hát most ezzel lehet vitatkozni, de elméletileg ott már voltak, tehát ha te be akarod írni magad az űrhajózás nagykönyvébe, akkor nagyobbat kell álmodni. Az is nagy kérdés. És mártír rá kell válni adott esetben. Hát, benne van a pakliban. Az is nagy kérdés egyébként, hogy ők látták a felszállt az Orion. Igen, és ezért lett... Akkor ezért nyilván lett majd McLean lesz benne a parancsnok. Így van. Na, van egy kis segítségünk a témában, ehhez azért kevesebbet értünk. Dr. Sík András marskutató, sokszor beszéltünk már vele. Hello András, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Nanu. Köszöntöm a hallgatókat! Hello, jó reggelt! Na, mi volt az első gondolatod, igen, Nanu, amikor meghallottad, hogy a Marsra menne egy expedíció 2030-ban? Hát nagyon sajnálom őket, mert nem lesz könnyű dolguk. Borzasztóan hideg van, nagyon kicsi a nyomás, és nem nagyon van oxigén a légkörben, úgyhogy nagyon kis esélyük van arra, hogyha kimennek utcai ruhában sétálni a felszínre, akkor életben maradnak. Talán ennél a NASA is tovább gondolta egyel a dolgot, mint hogy utcai ruhában küldjön 3, egyébként nem űrhajós. Oxigén nélkül. Oxigén nélkül, igen. Mennyi az odaút? Kezdjük innen, nézzük részleteiben, hogy ez hogy néz neki. Mennyi ideig menne? Nagyjából 8-8 és fél hónap, tehát mint egy terhesség itt a Földön. Körülbelül addig tart az odautazás. Akkor át tudod most élni, Balázs. Az nagyon jó lenne, igen. Na most nyilván földi viszonyok közepette 8 hónap hamar elmegy. Ott 4-5 ember összezárva egymással, az már egy komoly pszichológiai teszt, hogy ez mondjuk hogy kibírható, nem? Ez a könnyebbik része, sőt erre már csináltak is egy tesztet Oroszországban, a Mars 500 kísérlet arról szólt, hogy összezártak egy kis kabinba 6 embert, akik valós időben élték végig a Marsra odautazás 8 hónapját, a marsi felszíni tartózkodás körülbelül 2 hónapját és a hazaútnak a hasonlóan hosszú idejét. Hányan és életben maradtak? Mind a hatan életben de maradtak. Jó. Kisebb konfliktusok voltak, és valószínűleg könnyebbséget jelentett, hogy 6 férfiről beszélünk.
Tehát, hogy nők nem voltak a csapatban. Hát akkor nem volt túlterhelésű vizsgálat, nem volt ott senkinek az anyósa. Igen. Nem, szerintem el tudták viselni egymást. Ez az expedíció egyébként miről szólna, mi van a NASA fejében, hogy oda mennek, ott maradnak, és nincs visszaút, vagy oda mennek, leszállnak, csinálnak ott valamit 20 nap alatt, aminek igazából túl sok értelme nincsen, mint adatgyűjtés, mert mondjuk benépesíteni nem lehet a Marsot, majd valamilyen csoda folytán elindulnak visszafelé. Ők ezt hogy gondolják? Hát azért itt komolyabb dolgokról van szó, mint hogy 20 napra elmenjünk vakációzni a Mars felszínére. Inkább úgy mondanám, hogy ki kell fejleszteni azokat a technológiákat, amelyek ezt lehetővé teszik. Ugye a mai kísérlet, az Orion űrhajónak az első ember nélküli felbocsátása, ezen a hosszú úton tesz egy lépést előre. És hogyha minden technológia rendelkezésünkre áll majd, tehát az odajutáshoz szükséges rakéta, ami most még nincs meg, az ott tartózkodáshoz szükséges bázis, ami még szintén nincs meg, és a hazajutáshoz szükséges jármű, amit magunkkal kell vinni, és majd onnan kell felbocsájtani a Marsról, ami még szintén nincs meg, akkor gondolkodhatunk el azon, hogy tényleg elindulunk-e a Mars felé. Mi van meg? A terv. Most elkészült az Orion űrhajónak néhány berendezése, például a hővédőpajzsa, például a fedélzeti számítógépe, és az a hardware, amiben majd mindezt bepakolják. És van egy táncoló Elvis figura, amit a szélvédőre fognak rátapasztani. Igen. Úgyhogy magyar idő szerint kb. Délután 1 órakor lesz a felbocsátás a Kennedy űrközpontból, és ez az űrhajó kétszer megkerüli a Földet, körülbelül 5000 kilométerre távolodik a felszíntől, és aztán visszatér, fékező ernyők kinyitása után leszáll valahová az óceánba. De jó. A NASA miért nem úgy gondolkodik, hogy épít egy bázist a Holdon, megnézi, hogy mi működik, mi nem működik, azt letesztelik, és amikor az sikerült, és mondjuk ember létezett a Holdon egy hétig, egy hónapig egy űrbázissal, akkor azt áttelepítik a Marsra. Tehát miért egyből a Mars? Nagyobbat szól, vagy jobban promózható, vagy miért? Szerintem felvennének téged mérnöknek a NASA-hoz, mert pontosan így gondolkodnak ők is. Bocsánat, miközben... elnézést. Ezt most nem tudjuk, hogy a Balázs dicsérete vagy a NASA kritikája, de köszönjük. Igen, miközben fejlesztik azokat az eszközöket, amikkel majd el lehet menni a Marsig, közben dolgoznak azokon a terveken is, hogy a Holdon hogyan lehetne egy állandóan lakott bázist létrehozni, és ott kipróbálni a felszerelés egy részét. Hiszen, hogyha gond van, a Holdról sokkal könnyebb hazahozni az embereket, vagy hogyha utánpótlást kell küldeni, vagy elromlik valami és pótolni kell, a Holdra sokkal könnyebb eljutatni ezeket az eszközöket. Figyelj, azt mondtad, hogy ez az űrhajó fel fog szállni, egy párszor megkerül a Földet, aztán pedig fékező ernyőkkel leszáll. Ez nem kicsit olyan, mint hogyha mondjuk egy maratoni futóval kipróbálnák azt, hogy tud-e mondjuk 1500 métert futni, tehát hogy egy olyan dolgot tesztenek, ami már azért ment egy párszor. Ilyen már volt. Hát ez a hardware még nem volt föld körüli pályán, de egyébként a kritikus fázis az pontosan a földnek az elhagyása, tehát az indítás, a Marsra való leszállás, illetve majd a Marsról való elindulás és a földre való visszatérés. Tehát ezek percekben mérhető fázisai a küldetésnek, de ezek a legkritikusabbak. Hát azt most előre nem kell kipróbálni, hogy 8 hónapig utazik a világűrben a jármű, hiszen ott állandóan hideg van és állandóan erős a sugárzás. Uh-huh. Ezeket pedig rövid idő alatt is ki lehet próbálni, hogy bírja-e. Mondjuk a fékezőernyővel való leszállás, bocsánat, az sem nagyon reális a Marson, mert hogy tudjuk, hogy ott viszonylag nincs légkör. Ritka légkör, ezért lesz szükség majd több fékezőernyőre, de ne feledkezzünk el arról, hogy 2012-ben a Curiosity rover, ami most is a felszínen dolgozik, az már fékezőernyővel szállt le. Fékezőernyőt használt a lassításhoz, meg persze rakétákat is, szemben a korábbi roverekkel, amik meg ilyen légzsák burkolatot fújtak fel maguk körül, és pattogva érkeztek meg a felszínre, 10 percig össze-vissza gurulgattak egy ilyen légzsák burkolatban. Annál rosszabbat nem tudok elképzelni egy emberes leszálló. Azt tesztelték már egyébként, hogyha leszállna egy ember a Marson, mennyi ideig tudna életben maradni? Kafanderben, vagy csak úgy? Nem, utcai ruhában. Nem, leszáll az űrhajóval, és mondjuk nincs vissza. Tehát az utcai ruha talán túl laikus kérdés lenne. Igen, nem kérdezünk egyre hülyeséget, igen. Nem, leszáll egy ember, ott vitte a kis csomagját, ott van, hogy mennyi, 20 nap, 50 nap, 80 nap, amíg ő életben tud maradni? Hát, hogyha van egy jó bázisa, akkor akár hónapokat is kihúzhat megfelelő mennyiségű élelmiszerrel és vízzel. Tehát itt a sugárzás ellen kell hosszú távon védekezni, illetve rövid távon a légnyomás hiánya, hogy a légkör hiánya, vagy gyakorlatilag a légkör hiánya, és alacsony hőmérséklet jelent problémát. Na most miért nem gondolkoznak olyan van, hogy mondjuk valaki elmegy,
elkezdi ott összerakni a dolgokat, és ott marad. Tehát mi egy emberélet ahhoz képest, hogy mondjuk 100 vagy 200 vagy 300 év múlva mondjuk milliárdok éljenek a Marson. És keresnek olyan embereket, akikben nincs benne a visszaút, vagy nem akarnak visszajönni, rengeteg pénzt spórolnak, nem kell az indító rakétákat visszafelé is elsütni, hanem azt mondják neki, hogy gyere barátom, de te nem jössz vissza, ott kezded majd el fölépíteni a kis bázist, megy a következő ember, ő is ott marad. De nektek nincs visszaút. Vannak ilyen forgatókönyvek is. Hát egyrészt az önként jelentkezőkben lehet bízni, csak hát, hogyha útközben meggondolják magukat, akkor az eléggé... Hát már nincs visszaút. Nem egy win-win szituáció. Másrészt elítéltekben lehet gondolkodni. Hát, hogyha én börtönbe kerülnék, biztos szívesebben mennék el a Marsra, mintsem, hogy végig bent legyek egy cellában. Tehát felmerült már, hogy olyan bűnözőket küldjünk a Marsra, elméletben felmerült, akiknek ez jobb lenne, mint hogyha 40 évet töltenek mondjuk egy cellában, viszont mégis hasznos dolgot végeznek az emberiség. Megvan számára. A telefonbeszélgetés, hogy Jack, minden rendben, igen, itt vagyok most már, most jött a harmadfokú, mégse vagy így bűnös. Igen. Figyelj, biztos... John, sikerült valamit kiépíteni? Igen, egy dealer hálózatot, bakker. És betörtem két trafikba. Igen, de nyilván lenne egy-két tudós, aki mint önkéntes ezt magára vállalná, hogy az első ember, aki igen, leszáll a Marson, hát szerintem azért van egy-két tudós, akiben él ez a fajta szellemiség, hogy gyerekek, én mennék, hadd legyek én az első, hát nem kell feltétlenül rabot küldeni, nem? Bizonyára, de aki azt gondolja, hogy elmegy és soha nem akar visszajönni majd, szerintem nézze meg az Interstellar című filmet, most járták a mozikban. Nagyon jó bemutatja, nagyon jó bemutatja, hogy még a legelvakultabb tudós is előbb-utóbb a Matt Damon ugye visszavágyik a földre, és bármit megtenne annak érdekében, hogy visszajusson. Igen, ott ugye arról szól, hogy a NASA elküld embereket, nem lövöm el, hogy miről szól a film, és elküldenek, mit tudom én, négy embert négy különböző bolygóra. És csak akkor kell neked jelet küldeni, ha szerinted az a bolygó élhető, mert akkor oda megy majd a következő expedíció. És többen küldenek jelet, és kiderül, hogy néhányan hazudnak. Azért küldenek jelet, mert nem a bolygó élhető, hanem hogy értük menjenek el, bizony, és mentsék ki őket, és Matt Damon, ugye, mint tudós, ő is azt mondja, hogy tudtam, hogy a bolygó nem élhető, de kellett küldenem jelet, hogy gyertek, elértem. Tehát saját magát menti. Aha. Ki. Igazából azért nagyon, nagyon jó kis rész. De most tehát ilyet, ha már filmekről beszélünk, hadd ajánljam a Marsi című könyvet, na, ami már kapható. A szerző Palik László. Így van. Nem, és pont arról szól, hogy egy űrhajós a Marson ragad, és meg kell próbálnia túlélni, és igen? Nagyon jó tudományos szempontból alátámasztott részletek vannak benne arra nézve, hogy egy szkafanderben, egy rosszul működő bázisban hogyan lehet mégis átvészelni azt az időtartamot, amennyi ideig meg nem érkezik a következő mentőegység. Ki játszik ebben a filmben? Nem ismerem, vagy nem hallottam róla. Nem tudod véletlenül? Marsi? Én szerintem a főszerepet a Matt Damon játsza, és most forgatják a filmet Magyarországon. A Ridley Scott rendezi, úgy tudom. Bizony. Így van, a Ridley Scott-tal forgat most a Matt Damon. És ennek van egy könyvadaptáció? Ennek van egy ez könyv... egy könyvnek aha. Az adaptációja, ami azt hiszem 2010-ben vagy 2011-ben jelent meg. Először csak az interneten volt letölthető, és akkor a siker volt, hogy utána árulni kezdték kemény borítós változatban is, most már magyarul is elérhető. Te egyébként, mint marskutató, te elmennél? Mint tanársegéd, természetföldrajzi tanszék, tanársegédját, annyira hivatalosnak tűnik, doktorként, azt mondanák, egy helyes kollégínával? Részt vehetsz egy ilyen expedícióban, leszállhatsz a Marson. Nem biztos, hogy vissza tudtok jönni, de megadunk minden lehetőséget, hogy az elvi visszatérés az mondjuk sikerüljön. Adjuk az indító rakétákat, adjuk a felszerelést, elvileg, ha nem hibásodik meg semmi, visszajöhettek mondjuk fél év után. Mennél? Én ismerem annyira ezt a technológiát, a mostani technológiát, hogy ezzel nem feltétlen indulnék útnak. Körülbelül 30-40 év múlva, amikor a marsutazás már viszonylag hétköznapi dolognak számít majd, mintha mondjuk most elrepülnél Dél-Amerikába vagy az Egyesült Államokba, akkor nagyon szívesen felszállnék egy ilyen turistajáratra, de azt hiszem, hogy ilyesfajta úttörő szerepre nem feltétlenül vágyom. De te lennél a Sík András repülőtér később, ott a űrleszállópálya a Marson, ez se érdekel? Hát, kevésbé most, gondolom. Na, most elgondolkodok. Annyi más dolgon van még itt a bolygón, úgyhogy nem feltétlenül lehagynám ezeket. Melszobor esetleg az MTA aulájában? Nem, köszönöm. Na. Viszont valami más. Viszont egy fontos kérdés, hogy elvileg, ha ott tudunk levegőt csinálni, tudunk majd a Marson található jégből vizet csinálni, elvileg 100 vagy 200 év múlva valós alternatíva lehet szerinted, ha elhasználjuk, megmérgezzük a Földet, amit ugye rengeteg filmben látunk, és ez egyfajta kollektív tudat lehívás, hogy az ember filmre viszi azt, ami valójában megtörténik majd 200 év múlva. Elvileg alternatíva lehet szerinted 200 éven belül mondjuk a Marson élni a Föld lakóknak?
ez nem egy ilyen ideális alternatíva lesz, amit szabadon választunk, hanem ha úgy alakul, ha kényszerhelyzetbe jutunk, akkor az egyetlen reális alternatívának tűnik jelenleg, de szerintem önként és dalolva nem fogjuk vállalni, csak hogyha muszáj elhagyni a bolygót. Hány filmben megfilmesítették ezt, nem? És milyen érdekes, hogy valójában azt filmesítjük, amiközben lehet, hogy valósággá válik, vagy megtörténik. Ez nagy verekedés lesz a helyekért, csak szólok. Hát, és itt hát nem, itt... lesz, nem lesz annyira kellemes azért a marsi bázisokon az élet. Ugye nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen napsütötte, ideális zöld fűnő és egy üvegbúra alatt lakunk. Valószínűleg először ilyen felszín alatti bányákban vagy üreg városokban képzelhető el egy marsi kolónia. Ki látta a Total Recall, az Emlékmás című filmet még Arnold Schwarzeneggerrel, annak lehet egy víziója arról, hogy milyen lesz majd az élet ezekben a marsi üregvárosokban. Nem olyan rossz, hogy voltak három mellű nők is. Kétségtelen, igen. Igen. És akkor itt jön be az a képbe, amit egyébként szintén nagyon sok rendező ugye feldolgozott, már megfilmesített, hogy a gazdagok tudnak majd menni, és egy jobb életet kapnak, hiszen van pénzük megváltani, vagy lesz pénzük megváltani az utat, és kifizetni egyet. Akár egy olyan tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, űrbázis, ami a föld körül kering, de már sokkal élhetőbb, és a szegények pedig elkezdenek itt maradni, szépen itt ölik egymást, és megy a harc a túlélésért. A District 9 rendezőjének volt egy új filmje, szintén a Matt Damonnal. Igen, Neil Blomkampnak. A Neil Blomkampnak, igen, az nem ennyire jó film, de pontosan erről szól az is, hogy a föld körül kering már egy űrállomás, ott laknak az a gazdagok, és a föld elit maradtak, az Elysium, igen. Láttad az Elysiumot? Hogyne, természetesen igyekszem ezeket mindig megnézni. És a 9-es körzet, District 9? Nem filmeztét a tudósáért. Jó, tudod, hogy imádom a filmeket. Nézd meg a 9-es körzetet, ha nem láttad, András. Láttad hogy a District 9? Hogy láttam volna, persze, hogy láttam. Na jó, András, most már tényleg fordítsuk komolyra a szót. A véleményed szerint neked, mint tudósnak, mi a véleményed? Mikor alakulhat meg az első szinkronúszó klub a Marson? Pontosan nem tudom, viszont egy taxiban ülök, és a kedves taxisofőr úr azt mondja, hogy ismeri a Janit, és jókat mesélt róla, amíg idefelé jöttünk. Mikinek hívják és üdvözli. Aha, és alá már, ha kifizetném azt a taxit. Igen, adott borra lóksz egy éve. Adott borra valót, vagy nem adott borra valót, igen. Na jó van, András, érdekes dolgokat mondtál, az ember eljátszik a gondolattal, de lehet, hogy ez 20-30 év múlva már valóság. Közelebb van, mint gondolnánk. András, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Én is köszönöm, és annyit mondjunk el a hallgatóknak, hogy éppen ma a Magyar Asztronautikai Társaság, a MANT, egy ismeretterjesztő rendezvényt szervez, délután 3 órakor. A Műszaki Egyetemen, az lesz a címe, hogy az űrkutatás napja, előadások lesznek, és lehet találkozni fiatal űrkutatókkal, tehát akit érdekel, az menjen fel a www.mant.hu weboldalra, és ott megtalál minden információt. Jó, azért csak benyögted. Ugye, ezen a helyén én találok valakit, aki ért a távcsövekhez? Találsz, igen, te találsz, akár engem is. Értesz hozzá, András? Igen, délután, 3-tól. Csak akarom mondani, hogy ezt egy éve megbeszéltétek az Andrással, hogy benéz hozzád. Elavult. Veled ezt már megbeszéltem, András, hogy egyszer eljössz és elmagyarázod nekem, hogy mi az a hatalmas ionágyú lent a garázsomban, amit nem tudok kezelni? Van egy rohadt nagy távcsövem egyébként, házasságunkra kaptuk ezt így a családtól, és nem tudom kezelni. De te olyan, ez egy, ez egy jó mondat, ez a van egy hatalmas távcsövem, ezzel még egyszer de nem hívhatlak, ha szeretnék mondjuk egy nyári estén már nem beled romantikázni, hanem mondjuk a fiammal belenézni, hogy tudjam, hogy miben nézünk, értesz hozzá tényleg? Nagyon jó. Hát akkor lehet, hogy... Konyítok, konyítok. Fia, ott áll 5 éve a garázsában ez a távcső, 5 éve, érted? Ilyen távcső nincs Magyarországon, a parlagon hever, tehát te fogsz neki a legjobban örülni. András, nem túlzok, ketten vittük le a garázsba, mert nem vittük el, nem hiszem, hogy ez mekkora. Kérlek egy kis segítséget, jelentkezem. Jó? Lencsés távcső vagy tükrös? Tükrös. Jó, nagyon jó, akkor megnézzük. Még ja, ha a lencsés, akkor dobjam ki. Igen, a lencsés, akkor az gagyi. Tükrös, akkor a tükrök vannak benne, döbbenet egyébként. Szuper, rendben. Akkor hívja. Kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, nektek is. Köszönjük, András, vigyázz magadra, köszönjük, Dr. Sik Andrással beszélgettünk. Ciao, hello. András jó arc, nagyon nem? Nagyon jó. Szeretem, amikor egy kutató közben ennyire laza, de jókat mond. Na, érdekes volt, most pedig játszunk, Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá. Már itt is van a játékosunk, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! De szépen is jól hallunk. Hello, Eszti! Jó a vonal, tényleg. Sziasztok! Hol vagy, Eszti, merre vagy? Szekszárdról telefonálok. Szekszárdról hívlak benneteket. Szekszárd, festői. Kiszármazik onnan, Csabi?
Igen. Csabi Szexárd. A bázi kolléga. Igen. A bázi. Igen. Mit csinálsz, Eszti? Készülődöm munkába. Lassan. És ott majd mit csinálsz? Kávét főzök, újságot olvasok. Nem. Bútorokat, ágyakat, matracokat árulok. Ó, az jó. De jó. Szeretitek azokat a vevőket, akik befekszenek a matracba? Vagy ráfekszenek az ágyakba? Azért lehet manapság. Fetrengenek és alszanak? Van ilyen, aki elaludt már nálatok a matracboltban? Sokan tréfálkoznak vele, hogy maradnak zárásig, és ébresztük őket, de még nem fordult elő, hogy elaludtak volna. Figyelj, ennek a kókuszrostos rétegnek van értelme? Bocsánat, csak pont ott most vásárolunk. Van értelme? Vagy csak ilyen parasztvakítás? Mert akkor betaláltak nálam, tudod. Ha feküdj rá, ha jó, akkor megveszed. Ha nem, akkor kókusz nélkül. Na jó, hát akkor... Cseréljetek helyet, mert a Feri jobban ért hozzám. Én így ezt szoktam mondani egyébként én is. Ki kell próbálni. Mindenkinek más kényelmes. Diplomatikus válasz volt. Jó, nem Eszti. Beszéltél rá a vételre. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini. Hallgass meg, jó, figyelj. Figyelek. Ó, kilovagolnak. Nem, Óven bácsi hasán tapsol Berulini. Csak picit bundás. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na? Jöjjön még egyszer? Igen, kérem szépen még egyszer. Figyelj. Nagyon ismerős. Lehetne egy picit hosszabb részletet? Persze, kivettük a bögrét, figyelj. Köszönöm. Hosszabb volt, Zsül? Nagyon szigorú vagy, egy kicsit hosszabb vagy, nyugodtan figyelj, mutatunk egy hosszabbat, figyelj ezt. Na? Nagyon élvezed ezt a... Nagyon ismerős, de nem ugrik be. Na utoljára, figyelj, nagyon hosszú részlet, jó? Elvettük a csomagot. Azért megmutatjuk, figyelj. Nincs meg. Semmi? Na hallgass meg az eredetet, jó? Figyelj, ez lett volna. Hallgass meg, figyelj. Úristen, egy jó Depeche Mode. Mekkora nóta, úristen. Depeche Mode, ez lett volna. Ismerős volt nagyon, de nem jutott eszembe, de így már megvan. Esztikém, nincs ajándékcsomag, viszont jó volt veled beszélgetni. Semmi probléma, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy játszhattam veletek. Köszi. És amit elmondtál a kókuszos matracokról, hát. Köszi, Eszti. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. 8 óra múlt pontosan 1 perccel megérkezett a mi Gáborunk, vele folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 16 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok, jó reggelt. És szervusz napocska, mert hogy süt kint a nap. Így van, gyerekek, süt a nap, hát hetek óta nem láttuk igazából, hogy ez a kis csillagot felettünk, ez létezik-e még, de létezik. Legalábbis Budapesten süt a nap, reméljük, hogy sok helyen. Egyébként a közlekedési hírekből is kiderül, hogy az utóbbi napok után viszonylag nyugi van most az utakon. Füzesabonyban az utak jól járhatók, köd és eső nincs, hétágra süt a nap. Ezt Attila küldte nekünk. A Pest felé vezető oldalon a szalagkorlát mellett sétál egy ember az M5-ös gyáli kihajtójánál nem messze. Óvatosan közlekedjen mindenki. Aztán Szilvi küldte nekünk, hogy Dunakeszi gyártelepen oldalára borult autó az aluljáróban. Gyerekek, Jézusom, rendőrök irányítják a forgalmat, nagy a torlódás, ezt Szilvi küldte nekünk. Van egy trafi az M1-esen, a Grébics pihenőnél, Johnny üzente, Johnynak köszönjük szépen. M5-ös 21-es kilométernél egy férfi sétál a belső sáv mellett, így van, ezt az előbb mondtam. Budai alsó rakpart elesett, mint minden reggel a Margit híd környékén, óriási káosz még mindig, üzeni Anikó. Így van, ott látva azokat az útfelbontásokat, ott még sokáig az lesz. Pesti alsórakpart szintén halad, Erzsébet hídon jól lehet haladni, Margit híd pedig elesett, mint minden reggel. Valamint Budapest felé az M7-esen mérnek a 98-as kilométer kőnél, ezt is SMS-ben kaptuk. Na, hát ennyi. Nyugi van.
Mondhatni. Nyugi van, hál' Istennek. És nagyon sok információt kaptam a matracokról. Köszönöm szépen. És okosabb lettél? Okosabb. Ne, hát az sajnos ez egy akut probléma nálam, de olvasottam. Csak most tudod, hogy mit kell venni? Igen, igen, mondták, hogy a kókuszmatrac az jó. Úgyhogy örülök neki. De teljes kókusz, vagy csak kókusz borítás? Nem, nem, van benne egy kis kókusz is. Egy kicsi kókusz. Egy kis jól szellőzik, azt mondják, nem? Hogy igen, azért jó. Igen, nem tömörödik össze, jól szellőzik, és így ennyi. Már megvettem. Annak ide mi a gyerekágyba azt vettünk, és tökéletesen bevált a virágnál. De nyugtass meg, hogy akciósat vettél. Nem kell csalódnom benned. Nem valami teljes ára. Tehát hogy kérdezhetsz rá nyilvánvaló dolgokra? Most láttuk tegnap egyik hirdetési újságban, azért érdekel a dolog. Azért nyugtass meg, hogy hallott? Ne kelljen így az év végén úgy elmennem karácsonyozni, hogy basszus, mi van Janival, már ő se a régi, nem akciós matracot vesz. Helyes. Tehát ma megyünk, 50%-os leértékelés, érted? Eredetileg úgy volt, hogy csak nekem lesz matracom, Moni fekszik mellettem a föld. Nagyon jó. Na, gyerekek, csütörtök van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Bor, tönköly búzát, békesség! Mr. Puliszka! Olyan helyes volt a Gábor, állunk ott az automata mellett, megkérdezi tőlem, Balázs, mikor lesz itt a sima ropi helyett? Mit kérdeztél? Milyen ropi? Teljes örlésű. Teljes örlésű tönköly ropi, tudod, hogy megkapaszkodtam a székbe, ropi. Amíg én ide járok, addig nem. És azt mondta, hogy mikor lesz a forró csoki helyett cikória, vagy mit kérdeztél? Igen, forró cikória a kávé, mert időnként elgondolkodom, hogy valami kis meleg ital jó volna, de ott a kávé automatánál csak mindenféle különböző van, kávé a piros a meleg víz. Hát. De én nem zárnám ki a normál ételeket, csak hogy lenne egy olyan reform rész, ahol lehetne választani. Szerintem ez a lelkiismereti szabadság érdekében hasznos van. A lelkiismereti szabadság érdekében, jaj, de szeretnék beszélni a szabadságot. Van, azt gyakorolsz, amit akarsz, ugye? Tehát, és igazad van, akkor de kéne ki vagyok zárva a tönkőistáknak. A tönkőistáknak. Minden nap egy teljes kőrlésű kenyerünket ad meg nekünk ma. Így szól az asztali áldás, Gábori. Hogy vagy, Gábor? A kenyér tényleg fontos. Köszönöm kérdésedet. Hát most az év végén begyorsulnak az események. Ma este is lesz egy budapesti nagy előadásom, illetve Debrecenbe utazom vasárnap, ha hiszitek, ha nem. Na, és hát nagyon komoly, hihetetlen. Te durva. Mi van ott a Fényevők országos szakszervezetének? Nem, egy komoly előadás lesz. És képzeljétek, erről nem is beszéltem még, hogy van egy szanatóriumunk, Gyula mellett Eleken, ahol gyógyszer nélkül igyekeznek civilizációs problémákat orvosok kezelni, és a szanatórium kis szűrő bizottsága és csapata is, az egészség csapatunk is eljön Debrecenben. És csicseri borsófüggőket kezelnek. Nem. Túlsúly, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, tehát kifejezetten ugye ezek a civilizációs problémák, ezeknek a kezelésére vannak étrendi tanácsok, és ugye a lényeg az, hogy itt szakemberek, orvosok, szakemberek jönnek, szűrnek, testzsír százalékot mérnek is egyébeket, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor tud velünk találkozni. Komoly a Gábor, nem? Nagyon komoly. Nem figyelünk oda itt, érted? Hálózat lesz, vigyázz. Hálózat lesz, érted? Bejön 8-tól, 8:30-ig elmond mindent itt, 8:30-kor elköszön, nem? Hát itt komplet birodalmat. Komplet birodalom épül itt az elmúlt egy évben. Mondjuk ilyenekbe szoktak jönni ilyen bevágások, hogy közül meg locsolják a pesgőt, mint az állat. Körömcipőkből isszák a pesgőt. A szanatóriumnak a bankszámlája ebben a pillanatban csilingel egyet, tudod? Nagyon ügyesen csinálod ezt, Gábor. Ezek non-profit működések, tehát nem egy profitorientált működés, amit végzünk, és ez már több mint
10-15 éve fut. Dohányzás leszoktatás nincs, mert Ferit beutalnám oda. Van. Az is van, de jó. És milyen módszer? Mi ez, Elek? Ez nem itt a szanatóriumban, de ott is segítenek, hanem van külön programja az alapítványunknak. Ja, azt mondom, hogy nem a szanatóriumban, hanem a szanatórium mögött az istálba úgy megverjük azokat. Még egy eszedbe nem jut cigit. Eszedbe nem jut többet rágyújtani, mert eltörik a kezedet. Igen, hát milyen menő lenne egy ilyen hát ez program? Ez egy komplex fizikai, lelki terápia. Ugye egy-egy ilyen, hát egy-egy szokásunk mögött hosszú évek, évtizedek gondolkodása áll, ezt nem olyan egyszerű letenni. Én hallgattam, amikor erről beszéltetek. Tehát ez, hogy most hagyd abba Feri a cigarettázás néhány hétre, ez nem ilyen egyszerű, mert bárcsak így lehetne kezelni minden ilyen függést. Ez egy hosszú folyamat, de aki fölvállalja, hogy végigmegy ezen az úton, ott nagyon jó eredmények vannak. És hát ne felejtsük el, hogy lesz majd egy piros, illetve zöld taréos felnyílt fejű Balázsunk, ha én 3 hónapig kibírom, megígérted. Ez így van. Egyébként arra befizetnénk. Szerintem nem emlékszel. Dehogy nem, hát azt vállaltam. Na, mit hoztál mai témának? Mi az étlap, miből választhatunk? Csokoládé. Hát ennek most abszolút szezonja van. Ugye jön a Mikulás. Szoktam beszélgetni a kedves hallgatókkal az előadásokon, hogy van, aki várja a csütörtököt, van, aki pedig fél tőle, hogy mit fog hallani, és megint miről fogok rosszat mondani. És nagyon-nagyon igyekeztem a csokoládéról nem csak rosszat, hanem jót is gyűjteni, de alig találtam. De szeretlek. Azért el fogom mondani. Képzeljétek el egyébként, hogy közel 3 milliárd, nem tévedés, közel 3 milliárd forintot költünk figurás édességre. De ebbe a húsvéti nyúl is benne van. Ez főszabályként inkább az évvége. Aha. Tehát ez mintegy 2-2,5 milliárd forint, ez a Csoki Mikulásra költött összeg. Tehát amiről mi most beszélünk, ez elég komoly dolog. Tehát ez nem arról szól, hogy veszek egy Csoki Mikulást, kiállítom az asztalon dísznek, és akkor nézegetem, hanem ez nem csak pénzben, hanem egészségben is mérhető. Tehát nem mindegy, hogy mi van ebben a csokiban. És azt is tudjuk, hogy mivel tömegcikk ilyenkor a Csoki Mikulás, ezért, hát mint élelmiszeripari technológus, el kell mondjam nektek, hogy ilyenkor egy picit lehet idézőjelbe csalni a technológiában, és néhány százalékban mondjuk mást adok hozzá, kis keményítőt esetleg, vagy egy kis, inkább nem a kakaóvajat, hanem mondjuk egy kis hidrogénezett növényi olajat, akkor ez anyagilag sem rossz egy cégnek, de egészségleg nyilván nem szerencsés. Ez 3 milliárd azért az megdöbbentő. Tehát azért az nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Igen. És ahhoz képest, hogy mennyit ad ki az ember, ahhoz képest még néhány esetben rosszat is vásárol, hát a kettő együtt nem egy szerencsés együttállás. Így van. Évente egyébként 4 kg csokit eszik meg egy átlagember, ami egyébként több, csak ugye ez a statisztika. Az Európai Uniós átlag 6,5-7 kg, tehát nem vagyunk az EU átlagnál. Viszont ugye a hazánkban az emberek ugye árérzékenyek. Egészen 2000-ig tartott ez a folyamat, hogy a gyenge minőségű csokoládékat vettük, és képzeljétek el, hogy most már több mint 10 esztendeje zajlik ez a pozitív változás, hogy a minőségibb csokoládét vásároljuk. Van csokoládé törvényünk egyébként Magyarországon. Mit kell figyelni, amikor a Mikulásnak szólok, hogy hozza el a gyereknek a csokit? Ja, most már lehet most mondani, már, amikor már megveszem. Igen. És tudod, most 6000 gyerek. Igen. Anya, tényleg? Anya! Tudod, az otthon maradtak a betegek, akik elkéstek az óvodából iskolába. Ez most csalódás. Tudtam, hogy be kell mennem az első órára. Tehát amikor segítünk a Mikulásnak. Fogtok olvasni a csomagoláson egy ilyen kifejezést, hogy kakaó száraz anyag. Uh-huh. Ez a kulcs kifejezés. Minimum 35%-nak kell lennie a kakaó száraz anyagnak. Én ritkán olvasok ilyet. Tehát majd 20%, nagyon 25%, fontos. Nézem, de hogy ritkán talál ilyet az ember. Tehát 20%, 25% száraz anyag tartalom, ugye? Ezt ugyanis csokoládénak akkor nevezhetjük a törvény szerint, hogyha legalább 35% kakaót tartalmaz, vagy kakaó száraz anyagot. Hogyha ennél kevesebb, akkor nem csokoládéról beszélünk, hanem bevonó masszáról beszélünk, és ez két teljesen különböző dolog. A tömeg csokoládék, ha megnézitek, akkor úgy törnek, hogy nem kagylósan törik a mostani Csoki Mikulás, hanem itt szinte szétmálik. Tehát igazából ez a hidrogénezett olajok vagy növényi zsírok miatt van. Egy igazi csokoládé az nehezen törik, az kicsit keményebb, és van egy íve a törésnek, tehát kagylósan törik, úgy nevezzük, enyhén vöröses színe van. Tehát ez a 35%, de inkább az, ami 50% fölötti kakaótartalomnál, és ha lehet, akkor nem tejcsokoládét ajánlok. Viszont van rossz hírem, mégpedig az, hogy a csokoládéban, kakaóban
nem csak koffein van, és teobromin, ugye ezek izgatószerek, hanem anandamid nevű anyag, ami a marihuána hatását modellezi az agyban. Yes! Nem értem a problémát. Persze, természetesen értem. Csak azért jelzem, mert ugye korábban azt mondta a szakma, hogy ugye koffein, teobromin, tehát ezek a típusú anyagok, amik hatnak az idegrendszerre, felkorbácsolják, hangulati hullámzást váltanak ki. Tehát amikor azt olvassátok a csokoládéról, hogy antidepresszáns, meg hangulatjavító, akkor azt ne felejtsük el, hogy ennek ára van. Tehát a hangulat, amikor hirtelen felemelkedik, és eufórikus lesz, annak később lesz egy visszája, és jön egy hullámvölgy, és akkor jönnek létre ezek a pessimista gondolatok, a pessimizmus. Hát igazából de mégis azt mondják, hogy a jó minőségű csokoládéból azért ehetsz egy kicsit, mert hogy olyan vegyületeket szabadít fel az agyban, amiről te is beszélsz, és hogy az nem káros, sőt, mint ha tényleg jó minőségű, akkor az akár még kis mennyiségben egészséges is lehet amellett, hogy okoz némi boldogságérzetet. Ez hülyeség? Az antioxidánsok miatt, tehát tény is való, hogy a jó minőségű csokoládéban időnként több antioxidánst mérnek, mint mondjuk egy mai gyümölcsben. Hát ez tény is való, ez tagadhatatlan. Az a kérdés, hogy a jó és a rossz dolg arányát, előny per hátrány arány összerakva, vajon merünk-e adni a gyermeknek? Tehát, hogyha kis darabka csokoládét adsz a gyereknek, az a kérdés meg tud-e állni. Hogyha mondjuk egy fél táblát megeszik, akkor már mérhető mennyiségű olyan anyag jut a szervezetébe, ami az agyban már enyhe droghatást, idézőjes droghatást hoz létre. Szerintem egyszerre kell lenni a csokit, és akkor megvan a családi egység. Egyszerre vagyunk vidámak, és egyszerre vagyunk depressziósak. Mindenki betép, nem? Igen, mindenki jól erre betép, aztán mi egy kizokog. Aztán értem. Amikor érzek, hogy depressziósak vagyunk, lefekszünk aludni. Te nem is eszel egyáltalán semmiféle? Tehát jó minőségű étcsoki, keserű csoki, semmit? Hát én hazudnék, ha azt mondanám, hogy ilyenkor az ünnepekkor nem kóstolok meg egy kis sötét étcsokoládét időnként. De a Mikulás az nálatok asszal gyümölcsből van faragva. Ugye? Van. Tönkölybúza Mikulások jönnek, igen. Van, mert jönnek hozzánk is vendégek, illetve mi is megyünk. Általában kiállítjuk az asztalon, de a gyerekek időnként rárontanak, és nagyon nehéz őket fékezni. Mondjuk hozzátok benni vendégségbe, ott azért vinni kell a kaját. Te én legalábbis baromi magányos lennék, pedig egy a gondolkodásunk. És azért én nagyon szeretem, hogy te étkezel, de hogy azért kimennék sútyiba enni a budira, azt tuti. Tehát, hogy azért nálatok egy vendégség ott nem szabadul el a pokol, gondolom, nem? Hát minőségi termékek vannak, inkább azt mondanám. Tehát mondjuk aki nekem mondjuk ajándékot vesz, vagy a családomnak, az nem, most már nem bort szokott hozni, vagy édességet, hanem... Fúj, tényleg. Aha. Azért nevezitek minőségnek, mert nem fog belőle mennyiség. Mit kapsz? Tényleg, te mit kapsz ajándékba, Gábor? Csak egy kis kitérő itt az elméleti... Saján fűmézet. Én mindjárt megpuszillak. Mondjuk neked a saján fűméz abszolút találok. Igen. Na. Vagy gesztenyemézet. Gesztenyemézet. Saján fűméz, de szeretlek. De hogyha valaki nagyon szeret, és úgy nagyon oda akar csapni. Kettőt összekeveri. Tormás mustot szoktak adni időnként, főleg olyan családok, akik ezt készítik, illetve dióféléket, aszalványokat, különböző ilyen csemegéket, vagy ezekből sajtolt édességeket. És ha viszik neked egy üveg rozét, akkor az a spejzban végzés soha nem iszátok meg? Azonnal kijönti, ahogy elmész. Igen, vagy visszacsempészed a táskába. Hát akik hozzánk jönnek, azok tudják, hogy mi nem fogyasztunk ilyesmit. Aha. És hogyha viszik neked egy év folyamba bekötött keménykötési tutti-frutti magazint. Valami okosabbat légy. Jaj, akkor viszek tormás mustot. Te sem vagy már a régi. Azt mondjuk, egy régi ökámnek azért még örültél volna. Figyelj, mit teszik az a gyerek, aki mondjuk rossz minőségű csokoládét kap, csak hogy a szülőket tényleg egy kicsit rémisszük meg, hogy nem mindenki teheti meg, és fontos hangsúlyozni, hogy igenis mi gondolunk azokra is, akik nem tudják megvenni a legdrágábbat. De talán egy kicsit több spórolással, vagy egy minimális odafigyeléssel kevesebbet vesz ugyan a gyereknek, de jobb minőségű, mint hogy vegyen egy nagyot, ami viszont szörnyű, és a gyerek tátott szájjal nézi, hogy úristen, mekkora csoki Mikulás, ami nyilván egy hazugság. Tehát, hogy mit eszik az, aki rossz minőségűt eszik? És nem feltétlen azért, mert nem vehet jobbat, hanem azért mondjuk, mert a szülő nem figyel oda. Az a baj, hogy a kakaó minősége is különbözik, különböző osztályozásuk van, és azok a kakaó porok, amelyek gyengébb minőségűek, azokban magasabbak a pók tartalma, például a pók, illetve a bogárláb tartalom. Tehát azok a típusú anyagok vannak benne nagyobb mennyiségben, amelyek szennyezik a kakaót. Tehát beszélünk egyrészt a nagyobb mennyiségű hozzáadott porcukorról, beszélünk gyenge minőségű kakaóról, a tejporról. Ugye a tejporról azt tudjuk, hogy allergén, sokkal
allergizálóbb, mondjuk egy sovány vagy zsíros tejpor, mint hogyha valaki mondjuk a turjoghurtot fogyaszt, mert a tejpor gyártáskor képződnek ezek az bizonyos allergének. És hát a hidrogénezett növényi olajok, nem? Zsírok talán. Így van, így van. Bár a transzsír törvény óta ezeket is csökkenteni kell, de ha megnézitek, nem került ki a forgalomból a hidrogénezett növényi zsír, benn maradt. Ezen kívül a penésztoxinok, amikről ugye egyetemen is beszélnek. Hú, mennyi gyűlölet volt a hangodban most. Most annyira előjött belőled az igazi ének. Azok az aljas szemét penésztoxinok. Igen. És sajnos ezek is szennyezik, nem csak a kávét, hanem a kakaót is. A gyengébb minőségű csokoládékból szinte folyamatosan valamilyen mennyiségű toxin. Oké, okay. Tehát jó minőségű tegyünk, magas szárazanyagtartalom, magas kakaótartalom, ez az, ami nagyon-nagyon igen. fontos. Én azt javasolom, hogy azok a cégek, amelyekről azt tudjuk, hogy ezek általában ismert nevek, hogy jó minőségű terméket gyártanak, ők ilyenkor nyilván készítenek Mikulást is. És nagyon valószínű, hogy nem gyengítik vissza annyira a minőséget, tehát jó minőségű Mikulást készítenek. Tehát én azt mondom, hogy a tömeg Mikulást azt hagyjuk, és jó minőségű kisebb Mikulást vegyünk. Nem mindegy, hogy milyen vastag a fala. Ugye most már egyre nagyobb a térfogat, egyre vékonyabb a fal, szinte megfogod és behorpad. A vastagabb falu. Tehát legyen kisebb, de vastagabb. Igen, és foglalkoztak azzal, hogy a különböző szakemberek, hogy milyen a kidolgozottsága a Mikulásnak. Tehát, hogyha ilyen egyszerű odavetett kis forma van, de hogyha vannak rajta domborulatok, hogyha míves csokoládéról van szó, akkor az jobb. Akkor az sokkal jobb. Tehát azt amikor mondod, figyel... hogy kerüljük a hánya vetit. Igen. Igen, mert amikor a gyártó figyel arra, hogy milyen formákat hozzon létre, ezek egyébként egyszerű pszichológiai fogások, akkor mindig jobb minőségű termékről beszélünk. Ha megnézitek, ezek a tömegcsokiknak már nincs is alakja. A csokinak magának nincs alakja, csak a csomagolás próbál valami alakot formázni. Hát sok mindenre figyelünk ilyenkor. Oké, okay, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát én imádlak. Imádlak továbbra is. Mi volt a reggelid ma reggel? Mivel dőzsöltél? Mivel csaptál oda ennek a csütörtök reggelnek? Mivel te hedonista állat. Te zabagép, te. Hát árpakását. Jaj, de szeretlek, úgy oda bújnék hozzád, árpakását. Viszont az árpa egy picit hűt, ezért banánnal nem mit félte, hogy megfagysz, vagy hogy érted, hogy miért emetted meg a radiátoron ülődön? Igen. És egy kis aszalt áfonyát fogyasztottam hozzá. Mandarinnal is együtt fogyasztottam most, és egy kis mézzel, csicsóka sziruppal használtam fel. De se ilyen fűméz? Nem, az csak nem. Ja, az ő, de hülye vagyok tényleg. Feri! Igen, most más típusú mézeink vannak otthon. Igen, ezekkel használhatok. És ettől azt várom, hogy most a délelőtt folyamán alacsonyan... Ezt nem mondd el, hogy mit vársz. Igen, én is kicsit éreztem. Nagyon szeretnék, ha ezt elmondanád, hogy ettől mit vársz, de ezt most nem mondd el. Ettől azt várom, hogy végre egy nyögés nélkül. Igen. Hallak, ettől azt várom, hogy nincs olyan feszes alsónadrágom. Bent hathatnál kis Gabi. Na hát, megint eljutottunk a témához, úgy látom. Kis Gabi, te aztán már nem mész vissza. Beáll a vércukorszint, és egy nagyon szép hangulati állapot áll elő. Az jó. Na. Csak mondom egy nagyon fontos dolog azon szülőknek, akiknek a gyerekeik szeretik a tejbegrízt. Ugye Gábor mondott múltkor egy dolgot, hogy a tejbegríz az ugye az egy ilyen csiriszt képez a hasban a gyerekeknél, semmiféle tápanyag tartalma nincsen, csak egy plusz kiegészítés, és hogy teljes kiörlésű tönköly búza darából viszont ugyanolyan minőségű állagú tejbegríztust csinálni, magas a tápanyag tartalma, nagyon jó, és nyúlsz a sima búzadaráért, vagy megveszed a teljes kiörlési tönköly búzadarát, gyerekek, megcsináltuk, imádja a gyerek. Bézen. Jó, és nem egy ilyen, tényleg egy ilyen fura masszát teszik, aminek aztán semmi értelme. Finom. Ugyanolyan finom, és ez baromi jó. És csak praktikus kis változtatásokkal ugyanazt a tejbegrízt teszed le a gyerek asztalára, csak tönköly búzadarából, agyvérzést kapsz először, ezt meghallod, sehol nem lehet beszerezni, aztán elmész egy helyre megveszed. És magas a tápanyagtartalma, jót tesz a beleknek, magas rostok? A rost tartalma, nem? Gábor, hát Balázs, mintha a hájjal kenegetnél, azt gondolom. Igen, magasabb a B-vitamin. Szerintem te sírnál, hogyha téged valaki hájjal megkenegetne, de mindegy. De ugye ilyen kicsi apró változtatások, ezek nekem annyira tetszenek. Igen, hogy... és nagyon fontos, hogy nincs nagy különbség, amit mondtál, tehát ízre, állagra, viszont ha megmérem a beltartalmát, a fehérje, az aminósavakat, az értékét, akkor egészen más a B-vitamin tartalma, a nyomelem tartalma. Tehát ilyen kis változások
gyakorlásokkal lehet fokozni a gyermeknél például a gondolkodási, tanulási készséget. Igen, tönkölybúzadara, tényleg jó. Gábor, egy hét múlva jó, imádunk, jó, köszönjük szépen, köszönöm én is, hogy itt voltál. Vigyázz magadra, neked jó előadást, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A hármasugrással SMS-ben lehet jelentkezni, itt vagyunk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Az M5-ösön gyalogost már lekapcsolták, úgyhogy ő nincs. Klassz a műsor, ezt Gabó küldte nekünk. Ugye beolvastuk, hogy ott valaki járkál. Mindenki vigyázzon rá, de már eltűnt. Aztán azt nézem, hogy milyenek az M7-es autópályán Budapest felé a 98-as kilométerkőnél, nem látható módon az útszéli erdő mögött bújtak el. Ezt Zett küldte nekünk. Az M1-es 111-es 114-es kilométerénél már nem végeznek burkolatjavítást, minden sáv járható. Tibor küldte, és egy utolsó 37-es főút Miskolc felé a 110-es szakaszon a 70-es zónában trafipax. Na, azt írja valaki, hogy gyerekek, ezután, ezen beszélgetés után hány összenyomott csokoládé lesz a pultokon, ugye mindenki nyomkodja, hogy vékony, vastag, de hát ezek a kis kulisszatitkok, amiket jó, ha tud az ember, hogy hiába nagyon magas, hiába óriási, és azt nézed, hogy ugyanannyiba kerül, mint a kicsi, lehet, hogy a kicsiben van anyag, és száraz anyagtartalom, míg a nagy kakaó bevonó massza és hidrogénezett növényi zsír, növényi olaj. Jó tudni ezeket a praktikákat szerintem, hogy mivel vághatnak át, nem? Igen, de a kakaó 35%-os, tehát a kakaó szárazanyag tartalom 35%-os értékére fókuszáltok, akkor már rosszul nem jártok. A fölött meg aztán csak minőségi csokoládé van. Irigylem ezt a Gábor gyereket, hatalmas buli lehet náluk karácsonykor. Azt tudja. Írja valaki. Hát én nagyon, nagyon kedvelem. Ez a sejem fűmész, hát ez megzabálom komolyan. Milyen lett, amikor ő depressziós? Na most, vannak életi jelei? Igen, itt vagyok a boltban, már 4 Mikulást összeroppantottam, de még nem sikerült választani. Most már nézem a tartalmát is, ezt Laci küldte nekünk. Gyerekek, egyébként egyszer kicsit kierőszakolva meghivathatnánk magunkat Gáborhoz. Egy ilyen nyári sütögetős... Majd elmesélitek, jó? Sült padlizsános, sültofus estére, ahol vidáman áldogálunk a teraszán, és sült tofut eszünk, és nem tudom, almalevet iszunk. Meg az Express zenekar slágereit hallgatjuk. Vagy esetleg Illés, ha bár nem, mert az túl vad. Az vad volt. Szóval gyerekek, egyszer, hát viszünk titokba egy kis rántott húst, Feri, valamit ott földobunk a grillre, amikor nem figyel. Jaj, Bali, gyere, menjünk már ki a kocsimhoz, mert van egy kis baja, ezen megmutatnám, és a csomagtartóból ennénk a sonkát. Ugye, egyszer szerintem, gyerekek, hát az élet lényege a tapasztalás. Hát nem azért mész, hogy bővítsd a látókörödet, hogy megtapasztalj olyan dolgokat, amit eddig nem tudtál megtapasztalni. Hát Gáborral egy házi buli, nem? Igen, hát csak valamit nem is akarok, tudod? Én egyszer egyébként nagyon, nagyon szívesen elmennék hozzá. Jaj, gyerekek. Gyerekek, tegnap voltunk szonográfusnál, képzétek el. Na végre, jó van. Nagy ritka betegséget kell. De miért neveztek egy CD-le játszót? Ez a fonográf, ez már rég kiállt. Kivett divatból. Egy fonográfus. Egy fonográfusnál voltatok? Hihetetlen. Nem, a szonográfus az, amikor nincs ott, vagy nem ér rá, vagy egy kötelező vizsgálat, ugye ő az, aki kezeli a szonográfiát. A szonográfiát. Aha. És ja, nagyon ritka betegséget. Szonográfus, tudom. És van a duográfus, akkor ketten van. Akkor ketten írnak, mert gráfok, érted? Tényleg. Gráfomán. Uh-huh. És valójában miről szól? Mit csinál? Ultrahangot kezel, ultrahangos gépet kezel, ultrahangvizsgálatot csinál tulajdonképpen, és hát ő egy diagnoszta. És ő az, aki a szülésznőgyógyász mellett neked elmondja, hogy minden rendben van a gyerekkel, 8. hónapban megvizsgálja a szonográfus, nincs ott a szülésznőgyógyász, és ő az, aki képet alkot, megnézi, mennyi a magzatvíz, megnézi egy csomó mindent. Combcsonthoz. És elmondta, hogy minden rendben van a gyerekkel, semmi kamu nincs. Aha. Minden rendben, hál' Isten, teljesen egészséges, egyetlen dolgot lát. Hogy az alvás központja. Nem, azt mondta, egyetlen dolgot lát, hogy az átlagnál jóval nagyobb a fej. Aztán fölnézett a gép mögül, és mondta, hogy áll mindegy. Én ültem, és mondtam, hogy csodálkozik, doktor. Csodálkozik. Tudod, és felkaptam a fejem, mondta, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van. Nem természetellenes, nem kóros, ne jegyű meg. Nagyobb a feje. És tudod, amikor egy ilyen, nem azt mondod, hogy jaj, a rossz hírek, hanem amikor egy büszkén. Kihúzod magad. Is, ő is. Kihúzod magad, és azt mondod, hogy doktornő. Hát most mind csodálkozunk. És mondta a milliméter számokat, hogy mennyi az átlag.
Kiugró a teljesítmény. Kiugró a teljesítmény. És mekkora? Nézd, apuka. Hát gyakorlatilag a felesége hasa mérete. Az ott a feje. És olyan helyes volt, és azt várt egy ilyen kétségbeesést, úgy éreztem a hangján, amire majd mi visszakérdezünk, hogy jaj, Istenem, hát doktornő, de hogy ez most baj, vagy valami van, vagy bármi, és jó. Ja, hát. És valami új. Rád nézett, és azt mondta, ja, semmi. Csoda, hogy hogy ő megszületett. És azt mondja, hogy családhoz képest átlagos fejméret, így javított. Olyan büszke voltam magamra, hogy igen, tehát hogy látod a gének, hát mondja valaki, hogy nem tudod ezeket átadni, nem? Egyébként tényleg. Ez jó. Rohadt nagy. Jó, nem így mondta, de hogy... De érezted a hangja mögött, hogy legszebben így mondaná. És odaívta, hogy gyertek, ezt nézzét! Srácok, basszus! 8 ember állt fehér köpenyben, és nézte az ultrahangos gépet. Ez tök szimpi. Csak szólni kell akkor majd a rokonoknak, az ismerősöknek, hogy ne moherből köttessenek sapkát a gyereknek, hanem olyan stretch anyagból. Igen, hát figyelj, ha moherből köttetsz sapkát, abba tönkremész anyagilag. Neki akkor a sapka kell. Ja. Tehát, neki nem éri meg sapkát ötteni. 30-40 kecskét kellene leölni hozzá. A híres moher fonál, hát az ugye régen igazából nem mindenkinél volt. De hát csapka, ennyi. Ez a megoldás. De valami stretch anyagban. Igen. Na, fog még nőni, vagy ő úgy jön már, hogy... Hát egy az utolsó egy hónapban, ugye ott még nagyot ugrik, tehát hogy... Reméljük a teste hozzá, és nem a feje még jobb. Egyedül a Viki sziszent föl, mi? Igen. Nem csodálkoznék, a Pataki Attila ott lenne a szülőszobán, és fotózná, és dokumentálná, mert azt gondolná, hogy az első igazi bizonyíték, hogy megérkezett a kis földön kívüli. Tehát ez jó, nem? Hát ez jó. Jó. Nagy a feje a gyereknek, nincs ezzel baj. Na jó, van, hármas ugrás játszunk, ha minden igaz, és megtaláljuk, akkor már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Anita vagyok. Anita, szia, hol vagy? Karcagon. Karcagon? Mit csinálsz ott? Dolgozunk éppen. Na, mit csinálsz? Kerámikusok vagyunk. De jó! Hangzik. Kézműves munka? Vagy ilyen ipari? Mennyiség meg minőség? Hát, is. Hát kézműveset kell a kezük hozzá, lábban nyilván. Ja, hát lábban kevés. Látod a Ghost című filmet? Igen. Az a kedvencem erre, az a válasz. Tényleg minden kerámikusnak a Ghost a kedvence? Nem feltétlenül. Kötelező film. Hát az abszolút. Most éppen mi van a kezed alatt? Most éppen a telefon. De amúgy KSMP-ket is készítünk, és most azt csinálok. És sok ott a köcsög? Hát már, nyilván. Hát kell azt is csinálni. Ha persze. Hát, így van, persze. Hát persze. Amit a vevő kíván. És van valami extra rendelés, vagy volt olyan, amire te azt mondtad, hogy Jézusom, hogy lehet ilyet kérni? Baromi ronda, nem is értem, hogy miért kérte, hogy megcsinálom. Igen, kerti törpe, vagy bármilyen. Volt ilyen? Hát nem, így egyéni rendeléseket nem nagyobb mennyiségeket szoktunk gyártani. Uh-huh. Meg van egy ajándékboltunk, és akkor oda. De jó. Olyan kellemes, mézes, mázas a hangod. Jézusom, jön. Legaljabb, nagyon jó vagy. Minden tojás. Figyelj, hogy hallgathatok rádiót, szólhat? Igen, persze. Természetesen. Na, ez jó. És feltehettek időnként egy lemezt, hogy korongozhat. Na, ki az, aki segít neked, Anita? Hát van itt egy pár lányok vagyunk, hatan vagyunk. Hatan vagytok? Aha. Mint a gonoszok? Igen. A legjobb. Hát akkor induljunk, hát tudod, hogy... Én elindulok. Mondjuk hülyeségeket, tudod. Kettő a magyar igazság és egy rád. Így van. Na, figyelj, Anita, így szól az első kérdés. Nyakbalkasztóért. Melyik növény leveleit nevezik népiesen csuhénak? Kukorica. Így van. De jó vagy. Menjünk tovább? Persze. Sapkasál. Jó lesz. Az bizony jó. Morning Show, Klassz FM-est. Így szól a második kérdés. Ki festette az utolsó vacsora című Milánóban látható freskót? Van egy tippem csak. Leonardo da Vinci. Így van. Jó tipp.
Nagyon-nagyon jók vagytok. Mit csináljunk a harmadik kérdéssel? Mi a témakör? Válaszoljuk meg. A témakör? Sport. Ugye? Hm? Na jó, de milyen sport? Na hát az is érdekes. Igen. Futball. Jó. Hm? Hát a Cristiano Ronaldóval kapcsolatos, akkor tudom. No, Alita, a kedvenc. Tényleg? Hát... Jó pasi? Igen. Igen, mondjuk szegény Messi, nem mindig eszembe jut. Tehát még talán jobb is. Spanyolország nincs közel. Azért nem arra gondoltam, hanem van egy szegény, annyira ronda. Te vagy a világ legjobb futballista, de annyira ronda vagy. Nem, a Cristiano Ronaldo-ra még ez is összejött, hogy jó teste van, jól néz ki, és jól focizik. Szegény Messi, hát egy pici apró manóró hangál, zseni a csávó. Mondjuk szegény az, mikor azt lehetett olvasni, hogy modelleket bombáz levelekkel, szerelmes levelek, és visszajönnek neki, hogy hát ne haragudj. Igen. Mert nincs annyi pénze neki, hogy szép legyen? És nincs. Nincs. Hát nem, van egy szint, amit már nem tudsz javulni. Pedig egy zseni. Anita, mit csináljunk? Álljunk meg, azt mondtad? Álljunk meg, igen. Elviszed inkább a sapkas állat és a nyakbalkasztót? Így van, így van. Jól van, megértem. Egyébként nem könnyű. Nem könnyű a harmadik kérdés. Jól van. Na, hát akkor küldjük neked. Jó? Köszönöm szépen. Sziasztok. Ügyes voltál, gratulálunk. Szia, ciao, ciao, puszi, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egyébként zseniális, tehát nem, Messi. Az, csak hihetetlen, hát a legnagyobb, a legjobb. Na jó, de a szíve aranyból van, érted? Ismered, hogy ezt most miért mondod? Nem. Ez most hogy jön ide? Mert ha se nem ismerjük, se nem tudjuk. Hát egyébként nem tudsz ennyit futni, ha nincs jó szíved, érted? Ja úgy, azt hittem, hogy jó szívű, arra gondolsz. Arra gondoltam, csak valahonnan le kellett vezetni, hogy beégjek vele. Azt tudjátok, hogy papa azért ott finoman könyvelget a fiának, és nem mindent val be. Igen, volt egy kis botrány. Egyébként ezzel sokan vannak így, hogyha emlékeztek, akkor például a Steffi Gráfnak a faterja is előszeretettel könyvelgetett félre kisebb-nagyobb összegeket, tehát hogy valahogy egy sportolókörökben így jó. De Messi is nagyon nagy bajba került, tehát hogy vizsgálatot folytattak ellene, megszorongatták, nem tudom, hogy áll most az ügy, lezárták, mert tudom, hogy nem nyomozati szakaszban van a dolog, de hogy szorongatták őt is, hiába mondta, hogy nem én az apám, hát azt azért nehezen... Hát miért tudod, nem elmondani, tudsz nem... róla? Aha. Uh-huh. Hát a faterhoz megy be, onnan megy ki, ő csinálja most a Messi. Bárcsak ilyen egyszerűen. A Messi, érted, elmegy venni egy mit, és ő kér áfás számlát, de hogy nem. Kér? Hát nem. De azóta nem engedik a fatert a főkönyv mellé, hát csak gyomlálgathatott 30 hektáron. Ezzel az érveléssel azért nem jutsz messzire. Ez a bajom. A szójátékokra vagyunk. Egy perc van pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 14 perccel jó reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk Gábor után a hét utolsó előtti Morning Show-ját. Ugye csütörtök van, süt a nap. Rendben van a közlekedés, és nincs ónos eső, hál' Isten, kiszabadítottak már mindenkit a fogságból, vagyis hát a legtöbb embert Börzsönyből, a vendégházból is előjött már, vagy kijött az a család, akiket szegények két napig szabadítottak ki, úgyhogy ott is minden rendben van, a közlekedés nyugalmat áraszt, nyugalomban, úgyhogy gyerekek, nincs komoly baleset, rendben van az út, rendben vannak az utak, rendben van minden. Köszönjük szépen! Nagyon vártam, hogy lesz a vége. Sehogy, ebben nem... De jó volt! És csak nyomtam, és nem tudtam belőle kijönni. De tényleg egy-két rafi van, és az elmúlt napok káosza után ez egészen megnyugtató egyébként. Mondjam azért? Mondjad, aki hát a pár trafit mindenféleképpen. Persze, hát ha már hallgatóink elküldték, fontos az. Azt mondja, hogy 110-es szakaszon a 70-es zónában van egy trafi a 37-es főúton Miskolc felé, valamint az M1-es 114-es kilométerénél már nem végeznek burkolatjavítást, minden sáv járható. Azt mondjátok meg nekem, ez lehet, hogy nem az a burkolatjavítás, de hogy szakad be egy autópálya? Azt olvastátok, hogy szerda este beszakadt az autópálya? Talán pont az M1-es? Alámosodott. Valószínűleg a sok csapadék miatt azért lehet, hogy egy ilyen mesterséges töltés volt, nem volt normálisan összetömörítve, vagy két oldalán nem volt megoldva a vízvezetés, megállt mellette a víz, elvileg nem történhetne meg, nem? Hát, tehát nincs rá olyan természeti magyarázat, ami egy jól megépített autópályát át tud ütni, vagy van ilyen? Hát, gondolod, de mész ott 120-szal, és ezt a kis gödröcskét elnézed. Hát az valami elképesztő. Nem szabad, azt fel kell mérniük, hogy ott van-e valamilyen természetes vízátfolyás, vagy valami ilyesmi. Nem, tegnap olvastam, hogy beszakadt az autópálya, hát ez dermesztő. Nem történt nagyobb baj,
Észrevették előre, és akkor lezárás volt? Igen, hát komoly balesetet legalábbis én nem olvastam, vagy komoly balesetről nem olvastam híreket, csak az, hogy beszakad az autópálya. Képzeld, hát 130 az... éjszaka. Hát igen. Mire észreveszed a reflektor fényéből, addigra pont nem tudsz megállni. Kemény vagy, nagyon, félre rántott kormány. Az ijesztő, igen. Mérnek az M7-es autópályán Budapest felé a 98-as kilométernél, nem látható módon az útszéli erdő mögött bújtak el. Ez Zett küldte nekünk. Biztos, hogy trafiznak, nem csak kakilnak. Hát, nem, simán lehet. Jó a kérdés. Pontosan, mert azért egy-két helyen van trafi. Egy fontos dolgot szeretnék mondani nektek is, meg a hallgatóknak is. A WWF Magyarország indít egy weboldalt, és azért szeretnék erről beszélni csak kettő mondatot, mert ugye ők szoktak kiabálni így, hogy baj van, figyeljünk oda, meg minden. Most megint ezért szólnak, hogy figyeljünk oda, de hogy azért szólnak, hogy Magyarországnak van egy csomó olyan természeti értéke. Jani, neked alá kell írni a petíciót, mert te jó fej vagy ilyen szempontból. Szereted a természeti értékeket, jó, belerántottalak mi. A Magyar Természet Napját szeretnék ők megcsinálni, és aláírásokat gyűjtenek, hogy ez meglegyen. Hogy legyen egy olyan nap az évben, amikor arra figyelünk oda, hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor mit érdemes megnézni, hova érdemes figyelni, úgyhogy ezt a honlapot tessék megkeresni, a Google-ba beírod, hogy WWF meg Magyar Természet Napja, akkor kiadja, és ott lehet egy elektronikus aláírást megtenni. Ezt szerettem volna elmondani a népnek, hogy álljunk össze a természetért. Őrület. És akkor ezt aláírják valamennyien, és akkor lesz? Ha akkor, nem írják alá, akkor nem lesz? Akkor nem lesz Magyar Természet Napja. Szerintem meg legyen, mert a magyar természet szép. Ez jó. Hát ezek mindig olyanok, hogy egy plusz apropó, ami felhívja a figyelmet egy olyan dologra, amit egyébként az év 365 napjában figyelmel kellene, hogy kísérjünk. Igen, de akkor van egy dedikált nap, akkor jobban. Ez nem arról szól, tehát nem arról szól, hogy vedd észre, hogy szép a természet, nem? Hanem inkább arról szól, hogy rengeteg legelő, rengeteg, mit tudom én, hévíz, rengeteg forrás, és hogy erre vigyázzunk, nem? Ez nem arról szól, hogy menj ki a természetben magyar, mert szép dolgokat találsz ott, hanem arról szól, hogy vigyázz rá, mert értékes, és ne használd, ne pazarold, óvd, vigyázz. Mert a hévíz az igen, de a legelő az már ugye mezőgazdasági terület. Hát a termőföldek, legelők, hévíz, rengeteg olyan dolog, ami arról szól, hogy tudjuk, hogy milyen érték van a lábunk alatt tulajdonképpen, és hogy óvjuk, védjük. Kérlek szépen, így van, őshonos állatokra is kell állatok, figyelni. Állatok, növények. Aha. A gyerekeink természetes vizekben tanulhassanak meg úszni, tehát ha te eljössz hozzánk a Velencei tóra, akkor úgy tudja beleesni snowboardozás, vagy hogy hívják azt, amit vízen csinálsz? Én ott végbordozás. Hogy tudok ebből is én rosszul kijönni, hogy... Nem, pont azt hogy mondom. Hogy tudok egy WWF-es kampányon én rosszul kijönni. Nem, hogy jó minőségű. Hogy mi nem rohadsz meg picit, de tényleg, hogy így aljasan egyszer csak állaszul. Mit csinálsz te? Mi az, amit egyébként nem lehet? Te hülye ott a Velencei tavon. Nem, én nem tudom. Mi az, amitől tilos? De mi is az, amitől döglenek az amúrok? Te szoktál csinálni, Balázs. Nem igaz. Csak mondom, hogy fix kötélpályán árammal, és nem szennyezzük a környezetet, és nem motorcsónakkal. Nem jutott eszembe, hagyjál már, azok a szerencsétlen madarak kotlanék. Mi az, amit csinálsz? Mit csinálsz azon a drótkötélpályán, amire 600 kácsér, 400 becsér és 600 fütyögő becsér kihalt? Mert neked oda telepítették azt a pályát. Mi az, amit csinálsz? Nem, hanem a tiszta legjobban. Ja, az, amit csinálsz. Ezt nem vettek vagytok. Hát pont azt akarom mondani, hogy tiszta vízbe essél bele, érted? Ezt állóvízen egyébként motorcsónakkal, ahogy a Balatonon rengetegen szerintem felháborító módon motorcsónakoznak, én egy good road kötélpályán húzottam magadra. Én nekem csak nem jutott ami eszembe, hogy ne legyenek. Ami iszapot, és ami miatt kipusztulnak a halak, tudod? És amire a halak kipusztulnak, nem lesznek nagy fehér kócsagok se, ugye? Ez hát így van. Na jó, van, köszönöm. Döbben egy gyerekek, hogy van egy kezdeményezés, és a végén a hülye, na. A paraszt bali, tudod? Maradt meg a hallgatóban, nézd már megint ki a parasát, a Bali, nézd már, végbordozik ott azon a tavon, miközben a kácsér költ. Tessék. Ezt ti akartátok, srácok. Nem, ez nem igaz, mert a múltkor is tökre dicsérte azt a nagyon szép hegyhátat, amit megnéztek, amikor felmentek terepjáróval azon a földúton. És kihúzza a kvaddal. Igen, én aki éveken keresztül lovagolt a terepen, és utálom a kvadosokat. Hihetetlen. De nagyon fontos, írjátok alá a petíciót, és van mellett egy másik petíció, a Dögölj meg Bali petíció, azt még többen írjátok alá, és akkor igyekszem minél előbb megdögleni. De már! Komolyan, veletek nem lehet komoly dolgokról beszélgetni. Ne, de most miért? Nem, így tökéletesen igazán évekig tereplovagolt, és emiatt így kiiktatták ezt a gyertyánost, mert nem volt út, de hogy egyébként... Na jó van, tényleg írjátok alá. Magyar Természet Napja WWF, így rákeresel, és akkor ott aláírjátok. Van egy Hughes védelmi programjuk, és ha akarjátok, támogathatjátok. Na, az én kedvenc állatom a Hughes. Ami... Már viszonylag kevés van belőle, mert arra fel szoktak Balázsék cross-motorozni. Életemben nem ültem cross-motoron. Hát, utálom a kvadot, nem ülök cross-motoron, és nem járok motorcsónakkal a Balatonon. Tehát, hogy így...
Na mindegy. Hogy szaladnak az őszek, amikor lehúznak azzal a kis együléses géppel, tudod? A kis ártatlan állat, hogy üldözöm a kaddal, és így hátra néz a kis riadt szemével, nincs annál szebb. Rotorja, hogy szétkergeti őket a szélrozsa minden irányába. Na. Szóval fontos a petíció, írjátok alá, igen. Tegnap volt egy témánk, arról beszélgettünk, hogy ha valaki szállodában tölt el néhány napot, akkor mi az, ami idegesíti, és már tegnap éreztük a bejövő SMS-ekből, hogy fordítanunk kell egyet a témán, és megnézni azt, hogy milyen az, amikor furcsa, megmagyarázhatatlanul viselkedő szálloda vendégek mennek el, szállodázni, mert hogy rengeteg SMS-t kaptunk szállodatulajdonosoktól, kereskedelmi igazgatóktól, értékesítési igazgatóktól, hogy higgyük el, hogy oké, hogy a vendég az persze érthető módon kifogásol néhány dolgot a szállodában, de higgyük el, hogy vannak nagyon furcsán viselkedő vendégek is, és már tegnap eldöntöttük, hogy mi kíváncsiak vagyunk a másik oldalra is, vagyis amikor is szálloda tulajdonosok, igazgatók, értékes igazgatók mondják el nekünk, hogy hogy viselkedik az általuk furcsának tartott vendég. Mert hogy azt viszont mi nem tudjuk, hogy hogy játsszák ki a minibárt, hogy mit csinálnak a medencében, hogy hogy viszik föl a szállodából ugye a reggelit a szobába, ha nem tudják fölvinni, hogy csempészik föl a táskájukba, és még egyéb dolgok. Hát hihetetlen érdekes SMS-eket kaptunk egyébként, hogy hogy viselkedik a nem túl jól nevelt vendég a szállodában. Aha, szóval akkor egy-egyre akarják hozni a meccset ezek szállodát. Tehát írt egy példát, azt gondoltuk, hogy fel kell hívni, hogy mondja el nekünk, milyen a furcsa vendég, laikusként milyen lehet? Hangos, kicsit csalni próbál, kijátsza a minibárt, reklamál, nem? Csomagol. És furcsa kérései vannak azon a bizonyos telefonon keresztül, amivel te felhívhatod a recepciót. Csomagol magának, igen. Lemegyek a partra, fölmegyek a szobába, lehet, hogy később egy kicsit megéhezek, ne kelljen már leszaladni még egyszer. Viszont itt van ez a kis szatyor, ebbe bepakolok ezt, azt, azt. Kifizettem, nem? Igen, ilyen lehet, legalábbis szerintünk laikusként, ugye mi nem dolgozunk értékesítési igazgatóként. Na, itt van Györgyi velünk, aki az egyik hotelnek az értékesítési igazgatója. Hello Györgyi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt! Direkt nem mondtam, hogy melyik hotel, nem is ez a fontos ebben a beszélgetésben. Jani tudja, volt már nálunk. Hoppá, és hogy csalta Jani? Igen. Évekig járt a módon. Hát akkor elő a farmával. Láttátok esetleg Jánost, ahogy Mónika táskája pakolja be a croissantokat, és reggel 10 órakor felcsempészi azt, hogy ne kelljen ebédelni, vagy megúszszák az ebédet? Nem, volt ilyen? Nem láttunk, ha nagyon rendes vendég volt. Rendes vendég volt. Na, de azért vannak érdekes esetek nálunk. Erről ti egyébként teljesen nyugodtan beszélhettek, vagy ezt így elmondhatjátok, hogy miket csinálnak a vendégek? Nem szoktuk a vendégeket kibeszélni, de vannak érdekes történetek. Azt hiszem, hogy ha név nélkül csemegézünk belőle, azon csak jót derülhetünk mindannyian. Abszolút, persze, hát ezért hívtuk, mert ez érdekel minket is. Múlt héten ott volt a Kovács Lajos. 302-es szobában lakott. Mi a vendég legfontosabb ismérve, mondjuk a nem túl jó vendég, aki megpróbálja kijátszani a fizetős dolgokat, aki nem viselkedik kulturáltan, vagy furcsa kérései vannak mondjuk este 11 órakor a telefonon? Nem, nincsen rossz vendég. Aki minket választott, mindegyik jó vendég, úgy gondolom. Tehát nem is erről szeretnék beszélni, inkább az érdekes történetekről, hogy mik is történnek egy négy csillagos wellness szállodában a Magyarországon. Na mesélj akkor egy-kettőt, hogy mit csinálnak. Ami a mai napig emlegetünk, ez egy-két éve történt nálunk, amikor az apuka nem tudta már, hogy elaltatni a két kisgyerekét a szobába, megkereste a recepciós kollégát, és megkérte arra, hogyha ő letelefonál a 246-os szobából, akkor legyen kedves, úgy vegye fel a telefont a kollégánk, hogy itt a vérfarkas beszél. Ne! Mindezt azért, mert hogy otthon is csak úgy tudják a gyereket elaltatni, hogy a vérfarkassal ijesztegetik, hogy már ha nem alszatok el, akkor jön a vérfarkas. És ő leszólt előtte, hogy nem sokára csörgök, vegyétek fel úgy a telefon? Így van. Uh-huh. Azonban egy kis malőr történt a szerkezetben, ugyanis két kollégánk volt egyszer a recepción, és az a kollégánk, akivel ezt megbeszélte, ő elment vacsorázni, és elfelejtett szólni a másik kollégánknak, aki ott maradt a recepción. Telefonált a 246-os szobából az úr, hogy jó napot kívánok, jó estét kívánok, ott a vérfarkas beszél. Ne, a recepciós kolléga nézett körbe, hogy most mi történt, hol a kandi kamera, de nem, kérem, itt a recepció, XY vagyok. A vendég, ugye a vérfarkassal beszélek. Nem, kedves vendég, még mindig a recepció, velem beszél. És kolléga ugye nézett körbe, hogy hát most mégis mi történt, hát nem értette a szituációt.
Azt mondja a vendég, hogy tudja, megbeszéltük, hogy a vérfarkasként fog bejelentkezni. Gondolta a kollégám, mit veszíthetek? Igen, itt a vérfarkas beszél, mondta. Elaludt a gyerek? Valószínűleg. Ugye, azt tudjuk, hogy hány éves gyerekeket riogattak azzal, hogy, hogy aludjanak el, mert jön a vérfarkas? Kicsiket. Igen, hát én sem ezt választanám. Igen, tehát csodálkozik, hogy nem alszik el a gyereke. A vérfarkas. És elalszol gyermekem, vagy felhívom a vérfarkas neked a recepcióról. Ez nagyon kemény. Na, mik voltak még, vagy milyen érdekes vendégek vannak még? Hát, amiről beszéltünk, ez a minibáros történet. Na, azt hogy próbálják kijátszani? Nem reggel 7:30-kor, ahogy te tegnap említetted, hanem délelőtt, ugye, amikor kicsekkolnál a szobából, akkor leellenőrzik a minibárt, hogy fogyasztottál vagy nem. És ugye kinyitja a minibáros hűtőt a kollégina, benéz a hűtőszekrénybe, hogy minden rendben van, első ránézésre igen, kiemeli a sörös dobozt, és kicsit könnyűnek tűnik, mert hogy a dobozok alja ki van lyukasztva. Nem, hát komolyan, hogy egy 4 csillagos hotelben azért, hogy ne kelljen kifizetni a 600 forintos dobozos sört, kiszúrja az alját? Hát igen. Atya Isten. És ugye hát, ha benéz a kollégina, és nem emeli ki, akkor észre se veszi, csak látja, hogy megvan minden. Nem. Sértetlen a fül, nincs föltépve a tetején. Egyébként most, hogy mondod, az ötlet tetszik, Janinak a szeme is felcsillant. Ja, ő mindig így csinálja. Én mindig visszatöltöm vízzel. Ugye olyan van, hogy kimennek mondjuk a közeli hiperbe, és kicserélik? Mert ilyeneket is hallottunk már. Biztos van, de hát próbálunk olyan terméket tartani a minimárba, ami mondjuk máshol annyira nem kapható. Illetve most változtattunk egy olyan taktikán, hogy nem emeltük meg, hanem visszavettük ugyanarra az ára a termékeknek az árát, mint hogyha lemenne a büfébe, vagy a kávézónkba, vagy bárhol máshol a pulbárba fogyasztani, és csak kicsit ezzel ösztönözni arra, hogy miért? Miért nem adjátok a minibárt egyébként ingyen? Én nem gondolom, hogy a hotel ezen annyit keresne. Nyűg van vele, macera van vele, standolni kell, egy csomó mindent ellopnak, tehát nem jobb az érzete, hogy... Mert épp azért drágább az ára, mert hogy bele van az kalkulálva, hogy mondjuk egyet fizetnek, meg hármat elvesz. De, na jó, azért, de bocsánat. Azért fizessek én, mert a Jani a mellettem lévő szobában ellopja a bantit. És aztán kimegy a tetyúba és visszatölti, és ezért velem fizetetitek meg, vagy a Ferivel, mert a Jani a nagy minibár visszatöltő. Hát, hogy van ez? A visszatöltéssel egyébként még nektek anyagi káratok nincs, ugye? Tehát, hogy ott megmarad a termék, a visszatöltéssel nincs baj, azzal van baj, ha elviszik, vagy ellopják, és nem fizetik ki. Hát ugye? Igen. Mert ha visszatöltöd, akkor áruban te ugyanott vagy, tehát ott nincs veszteséged, nincs nyereséged se, az igaz. De ezt kikérem magamnak, hogy levet egy csokit, meg mondjuk egy dobozos sört, így áll meg nálunk ingyen. De nem tudsz mindent belekalkulálni a szobába. Na most két... Nem tudod belekalkulálni azt, hogy most ingyen legyen a minibár, hogy ingyen legyen a törölköző és a fürdőköppeny, ami ugye nagyon tudva levő, hogy nagyon kedvelik a vendégek. És ha már azért 2 törölközővel és 2 fürdőköppenyben emlékkel elutaznak haza, akkor már ingyen voltak nálunk. Emlékkel. Jó, mondjuk a törölközőről én nem beszélek, mert a legnagyobb törölköző tolvaj vagyok. Tehát képes vagyok törölköző kártyát ellopni a recepcióról úgy, hogy nem figyel az illető vagy a wellness részből, fölviszek plusz egyet, utána elrakom a törölközőt és kijátszom a törölköző kártyát. Tehát nekem gyűjteményem van a törölközőkből. Tehát a szörnyű dolog, hogy ilyet csinálnak emberek, de köszönjük azt. A Balázsnál a vendégek mindig is meg szokták kérdezni, hogy kit hívnak a családba a Szilvánosznak is. Igen, ki itt a Mr. Zavakaros? Ki itt a Mr. Bükkfürdő, tudod? Igen, Mr. Sármán. Figyelj csak, mennyibe kerül nálatok egy szoba, mondjuk 2 felnőtt, 1 gyerek részére? Egy éjszakára? Aha. Csak nem mondjunk hotelt, mert ez nem most kell, már nagyon-nagyon piár. Mennyi? Mondjuk hétköznap 28 000 forint, 2 felnőtt, 2 gyereknek, hétvégén 30 000. Jani biztos nem volt nálatok. Ki van zárva? Figyelj! Ajándék voucher volt. És azért lopják el szerinted, mert ingyen van? Vagy ott van a lehetőség, hogy vidd el a köntöst, és egyébként nem is kell neki, csak egyszerűen azt, hogy nézd már, jó lesz az asszonynak, elrakom? Tehát mi a filozófiája, hogy elvisznek tényleg köntöst? Hát szerintem inkább az, hogy otthon szívesen hord egy 4 csillagos szállod a köntöst. Aha. Volt olyan, hogy levágták a hajszárítót például, ugye a sok helyen fiókba van, nem tudod elvinni. Hát olyan nem volt, de olyan, hogy a zuhanykar, ezt elvitték, olyan volt. Ezt most nem mondott komolyan. Tehát elmegy valaki, mit tudom, 40-50 000 egy éjszakára, 2 éjszakára, és ellopja a zuhanykarnist. Igen, olyan volt. Atya Isten, de hallottunk olyat, hogy valaki egyszer egy tévét próbált ellopni egy szállodából, azért az is megdöbbentő. Hogy viszed ki? Olyan nem, még nem találkoztunk. Olyan, egy szaunás történetünk volt még, amikor ki vannak készítve a szauna elé, ilyen kis vödör, ugyan be a víz, jéggel, mellé a kis illóolajak,
és akkor ugye ezt bele kell önteni tudva levő az illóolajat a vízbe, és azzal locsolni a követ a szaunába. Gondolta a vendég, hogy még jobb illat legyen a szaunába, megfogta az illóolajos üveget, ugye, hogy volt, ráöntötte a kőre. A kedves vendégnek begyulladt a márka szőre. Szerencsétlen ordítva kicsapta a szauna ajtót, ami ugye tudjuk, hogy jó edzett üveg, az apró darabokra tört, tehát olyan rendülettel jött ki ordítva. Ami apró darabokra tört, az olajon ugye, amit kiöntött, azon elcsúszott. Jézus. Szerencsétlen végig ezen a törött üvegen vérbe, majd fejjel megérkezett a jacuzziba. Mint akkor arra lettünk figyelmesek, hogy hatalmas ordítás, és mindenki, és láttunk egy félig vér, félig éget. Mondjuk én ülök a jacuzziba, és kijön egy ember így a szaunából, és fejjel megérkezek a jacuzziba. Oh, bravo! Tesó, bravo! Köszönöm! Minden megteszem azért, hogy itt jövérezze magát az ennyi ember. Ennyi pénzért ez is benne van. Egy kis fejjel egy lángoló ember bemegy a jacuzziba. Én meg azt hittem, hogy a legnagyobb szám este a Kassa Tibi fellépés lesz. Hallod? De ne, óriási vagy. Tapsoljuk meg, zseniális vagy. Volt egy gyújtogató német hölgyetek is, ugye, ha jól tudom, aki felment a szobába, igen, és rossz helyre tette a bőröndöt vele. Igen, nagyon sok olyan szobánk van, amik ilyen kis teakonyhával ellátottak. És felment a kedves német vendég a szobába, felrakta a bőröndjét, nem a bőröntartóra tette, hanem a kis konyhapultra, majd egy mozdulattal valahogy, ahogy ott pakolt, alágyújtott a kerámialapnak. Atya Isten! Nem égett a bőrönd, hanem elolvadt. Elolvadt, az összes ruhája is bent elolvadt, és ugye hát akkor szerencsétlen itt volt minden ruha nélkül, és reklamált nálunk, hogy állunk a bőrön. Van olyan egyébként, van olyan, hogy a vendég a hibás? Vagy egy szállodának az a polícia, hogy gyerekek, nem, minden esetben mi vagyunk azok, akik ezt felvállaljuk, még ha elcsúszik, még ha ki is van írva, még ha oda is ég a szaunába vagy a bőrön, mindig mi vagyunk, és igenis ezt vállaljuk. Tehát mire van kiképezve a recepciós? Igazándiból a vendégnek mindig igaza van. Aha. Ugye ez a politika a vendéglátásban, mert hát ezért is vendéglátásnak hívjuk ezt a műfajt, vagy és de hát azért vannak olyan esetek, amikor nincs igaza a vendégnek. De egyébként a legjobb a magyar vendég. Mi azt tartjuk, hogy a magyar vendég a legjobb vendég. Ő hálás azért, hogy itt lehet. Úgyhogy a magyar vendégekkel van a legkevesebb. De miért például valaki jön, mint tudom, Ausztriából, Németországból, legkezelőbb, azt hiszi, hogy neki mindent lehet? Tehát, hogy a magyarok normálisabban viselkednek? Inkább a német vendégek, akik jobban, akik már kis listával jönnek, ami mondjuk pontok vannak, hogy ha ez nem stimmel, ezért ennyi kedvezményt kaphatok, ha az nem, akkor annyi kedvezményt kaphatok. Aha. Sőt, a vendég képes Németországból eljönni hőmérővel és mérni a medence hőfokát. Ezt nem mondott komolyan, berakja a kis hőmérőjét, és ha nem adja a víz hőmérséket, akkor panaszkodik, és kér mondjuk 20% kedvezményt. Naponta háromszor megméri, hogy stimmel-e a hőmérséklet a medencébe. Bizony. Azért szeretem ezt a beszélgetést, egyrészt, mert így fogom meginni a sört a minibárból, ahogy elmondtad, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hát viszek magammal hőmérőt, és állandóan reklamálni fogok. Hány százalék kedvezmény, hanem olyan a hőfok, mint amit írtok? De olyan a hőfok, menni figyelj. Jaj, de jaj, nálunk senki nem próbálkozzon. Jó, azért a sörös dobozokat most minden hotel tulajdonos, meg marketinges, mindenki nézze meg, mert a következő egy-két hétben ennyi kiszúrt kólás és sörös doboz nem lesz. Vagy nem volt, mint amennyi most lesz itt az elmúlt, vagy a következő egy-két hétben. Hát nagyon szépen köszönjük, érdekes ennek a másik oldala, ugye pont azért csináltuk, mert tegnap ugye a panaszkodó vendégekről beszéltünk, hogy mikor nem érzi az ember jól magát, vagy milyen kifogásokkal élhet, ha mondjuk elmegy szállodába, te pedig a másik oldalt mondtad el. Igen. Ugye, mint szállodában dolgozó, hogy azért furcsa vendégek is vannak. Györgyi, nagyon köszönjük, jó munkát én nektek! Én is köszönöm a lehetőséget nektek, és sziasztok! Köszönjük, hello. Szépen, hello! Na, kaptál tippeket? Igen. Azért az alukiszúrás tesejér ismerted, az nem? Az nagyon menő. Azért az zseni. Az már fifika. Vajon hallotta, vagy ő ezt kifejlesztette? Nem, ezt kifejlesztette. Állt a minibár előtt, és azt mondta, hogy hogy csináljam, hogy itt hagyok 40 ezeret, hogy ússzam meg ezt a... A magyar leleményesség világhírű. Nem jutna eszembe. Nem. Nem jutna, nem, bármi már, de az, hogy alul kiszúrod, ez zseniális. Na jól van, 9:30 múlt pontosan 6 perccel, mindjárt jövünk vissza, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Nyakon vágtuk gyerekek ezt a gagát, énekelt, szaxofonozott, aztán hirtelen vége lett. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel.
ugye beszélgettünk egy kicsit a genetikáról, hogy milyen az, amikor egy szülőtől átörököl a gyerek néhány dolgot. Ezek érdekes jelei mutatkoztak tegnap egy orvosi vizsgálaton. És ugye beszéltünk arról az expedícióról, amit a NASA tervez, méghozzá azt, hogy hamarosan, idézőjelesen hamarosan természetesen ember mehet a Marsra. December 4-én kezd majd el az Orion ugye repülni, ember nélküli teszt, aztán azt mondják, hogy a 2030-as években indulhatnának az első emberek a Marsra. Ez egy érdekes kísérlet, felhívtuk dr. Sík Andrást, aki az ELTE természetföldrajzi tanszéknek a tanársegédje, valamint marskutató, hogy mondja el, mennyi a realitás annak, hogy tényleg elmehet 30 év múlva egy ember a Marsra, aki esetleg nem jön vissza. Hát igen, azért az, amit mondott a végén, engem az győzött meg, hogy nem utaznék. Hogy mit mondott, azt meghallgatjátok az anyag végén. De a lényeg, hogy még megérjük, Ferencem. Gyerekek, döbbenet, hogy néha már olyan dolgokról beszélünk, amikor már lehet, hogy nem leszünk. Nekünk már hello. Ugye? Hogy hát? 2030, csak egy gyors fejszámolás, mennyi még? Hát ha 30-at mondasz, akkor az még 16 16 év. Az, jó, az még az bennünk van. De ha 40-50 körül indul az első expedíció, gyerekek. Mondjuk, hogy ha 30-at ki kellett most így számoltatnod velünk, akkor nálad is azért már vannak gondok. Úgy érzem, a gyors fejszámolást már ránk bízod, akkor azért ott is van valami probléma. Tudod, hogy bármilyen matek feladat azonnal hátrálni kezdek. Meg se próbálom. Tehát, hogy el se indulok, mondd meg, most van 14-30, mennyit kell, hogy neki se szaladok. Na, ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 6 perc ma pontosan 10 óra. Érdekes dolgokról beszélgettünk. Szerettem Andrást. Jó ezen filózgatni, nem? Hogy ha mennél-e, mennyiért, hogy, mikor, ki lesz az első ember, megvalósul ez, amit már filmekben sokszor láttunk, ki kell, és tényleg 100 vagy 200 év múlva olyan lesz a Mars és a Föld közötti utazás, mint most tényleg elrepülni Amerikába, hogy fölülsz, leszállsz, ott vagy. Hát nyilván. Tehát, most, hogyha belegondoltok, akkor a nagy földrajzi felfedezések korábban hónapig tartott egy hajóút. Most, meg arról beszélünk, hogy hónapokig tart egy út a Marsra. Mi a különbség? Semmi. Egyébként nagyon jó hasonlat, tényleg, semmi. És nem olvastam. Kicsit meg is döbbentettél, hogy ez belőled jött. Isten elkezdett működni az agya, mi történt. De miért 10 órakor? Mi történt? Mi volt ebben a teában? Így áll ilyet 6 órakor is. De egyébként nagyon jó, mert nem tényleg... Nem a kutya fáradt, mit tenni? Persze a végig az adások, ez ennyire felvillanyozott, hogy... Honnan tudod, hogy mit beszélek 6 órakor? Te akkor még alszol. Ez is igaz, de aztán fél hétkor megjövök, és beszélek 10-ig. Csabi, látod, milyen jótékony hatással vagy a Janira? Na, elkezdett működni az agya. Holnap gyere 6-ra. Gyere már be korábban. Simán, tehát én sugároztam a jó gondolatokat, de ezek szerint akkor átment, jól van. Így van. Nem, csak elkezdte csípni a szemem, az ízre csak szól. Futottál? Nem, ma edzeni voltam, nem azért. Futok már sajnos. Éreztem, hogy valami van. Mit edzel? Ja, ez a... Ilyen kardió. Kardió. Hát mozgok, vívás. Ez a lényeg. Vívás, vagy mi? Ja, kardió. Mik a makadámdiót jobban szeretem, de a kardiós. Na jó, ne ezt ne csináljuk, tényleg, menjünk el. Hívjuk a naphallgatóját. Még csak most kezdem a gyerekeket, ezt én nem bírom ezt. Szerintem... Yeah. Most? Ez nem vagy lehet. Ha belebeszélünk, az van, ez lesz. Tehát ami most jön, ami most... De most megint belebeszéltél. Ez igaz. Jó van. Nincs naphallgató. Kis játékunk ez. Zsolti lett volna. Hát, ha nem csinálnánk, már hiányoznám. Zsolti lett volna a naphallgatója, nem vette föl, úgyhogy mindegy is, hogy mit írt. Csabikám, remek zenék? Hát most nagyon ide illene az indulás a Holdra fel, nem? De nem. Nem, mégsem. Úgyhogy a Well Hello-t hozom, mert ugye volt reggel az Ákosnak egy híre, hogy a Psy kiakasztotta a YouTube számlálót, aha. És emlékszem, hogy én azt a dalt nálatok hallottam először. Ugyanúgy, mint a Mizut, és innen a Mizuból kötök rá a, hogy hívják, Fluor Tominak az új dalára. De jó, messziről indultál. A kutyafáradt, én összezavarodtam. Igen? De meg vagyunk. De egy gyönyörű kötés volt. Gyönyörű volt. És van egy Diaz nevű fiatalember is, szintén zenész. És aki a Fluor Tomi ismerőse. Haverok. Mert hogy összeálltak egy zenekarra, és az lett a nevük, hogy Well Hello. És hozzák ezt a Rakpart című dalt. Szerintem jó. Aha.
Na jó van. Jó, ez nem ittam elég teát. Abszolút nem kérde senki, hogy ti ezt véleményezzétek. De persze, most csak gondolkodtunk, érted? Hogy jutottunk el a Well Hello-ig. Uh-huh. Én megmondom, hogy én a rakparton gondolkodtam, hogy írnék egy dalt arról, hogy rakpart, miről? Rakodópart alsó kövén ülve. Miről? A homokra, az előre mutató lenne, sőt egy kicsit a múltba is. Igen, meghallgatjuk, kíváncsiak vagyunk. Csabi jön a kívánság műsorról, 555-55-00. Ez a telefonszám, ha szeretne tőle valaki dalt kérni, tegyétek meg bátran, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Yes. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.